És akkor várjunk még, amíg bejönnek az emberek, vagy most már... Szerintem nagyjából. Jó. Na. Szóval üdvözlök mindenkit. Nagyon kevés idő van, ebben meg a kutatásban meg nagyon sok anyag, hogy egy csomó mindent át fogok majd ugrani az elején, de ha marad a végén idő, akkor majd jöttem meg, gondoltam, hogy a módszertani részek helyett inkább az eredményekről beszélnék többet, úgyhogy azokat majd így átugrom. Ami itt ezzel kapcsolatban, ezért mindenképpen akartam mondani, hogy ez az SZGF megbízásából készült, és van egy ilyen szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal című nagy projekt, és az ebben résztvevő településeken készült a kutatás, tehát amúgy országos, de nem országos a reprezentatív maga a vizsgálat. És két része volt, egy kvantitatív, meg egy kvalitatív része. A kvalitatívban szakemberekkel beszélgetünk, akik ezeken a településeken dolgoznak, a kvantitatívban pedig a szerhasználókat, 18 év feletti szerhasználókat, de mind legális, illegális, és kis része volt a viselkedési addikciókról is. És akik bekerültek ebbe, tehát itt aktív szerhasználókat kerestünk, tehát hogy az egy hónapban vagy új pszichoaktív szert, vagy nyugtatót, vagy pedig hát nagyobb mennyiségű, napi szinten fogyasztott alkoholt. És 30 település került be, de itt mondom az alap sokaság, tehát az a 96 település volt, akik ebben a programban részt vesznek. Úgyhogy én mondom, hogy itt ez, tehát nem országosan reprezentatív maga a vizsgálat, de hogy majdnem minden megyéből voltak. Itt akkor ezt is, ezek voltak a kérdések, de ezt is átugrom, mondom, nagyon sok ott van. Általában a szerhasználattal foglalkozó kutatásoknál azért ez jellemző, tehát itt is több volt a férfi, mint a nő, aki ebbe bekerült. Hát itt azért 8 általános, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettség, tehát tényleg ez egy ilyen marginalizált populációról beszélünk. Szintén az átlag életkor az 37 év volt. Ami szerintem fontos, hogy mi így együtt kezeltük itt a legális és illegális szereket, ami szerintem nagyon fontos azzal kapcsolatban, hogy most persze az új pszichoaktív szerek miatt volt egy ilyen pánik, hogy akkor megjelent a drogozás a szegregátumokban, mert ugye előtt a szerhasználata az egy olyan dolog, ami fő a nagyvárosokra, minél nagyobb város, annál nagyobb arányban vannak, és akkor a falvakban meg nincs, tehát ez volt a klasszikus, és ugye ezzel ellentétben ilyen falvaknak a szegregátuma is megjelent a szerhasználat, de hogy egyébként azért ez nem egy előzmény nélküli, tehát hogyha belevesszük az altató, nyugtatók, alkohol, cigaretta használatát, akkor ez azért nem egy teljesen szűz terepre érkeztek meg ezek az új pszichoaktív szerek. Tehát, hogy látszik is azért, ki milyen szert próbált életében, azért itt nagyon, nagyon magas ugye az alkohol, a cigaretta, az altató, nyugtató használata, és akkor ezek alatt van ezeknek az új pszichoaktív szereknek, a kannabinoidoknak és katinonoknak a használata. Viszont a klasszikus szerek, azok pedig jóval alacsonyabb arányban vannak. Itt én ezt emeljünk ki. Tehát azért, ami az illegális szerek, kábítószerek közül, a kannabis szokott azért első helyen szerepelni. Általában a teljes populációs vagy az iskolás korúak vizsgáltában is. Itt a szegregátumokkal kapcsolatban ez már egy különbség, hogy inkább ezek az új pszichoaktív szerek vannak. Itt, hogy hogyan illik bele, vagy hogyan kapcsolódik a szerhasználatban ezek a kábítószerek, tehát itt azért a dohányzás, amit legkorábban elkezdenek, de hát ezt ilyen kapcsolódó interjúból is azért lehetett tudni, hogy azért a cigizés az itt a szegregátumban élőkörében azért nagyon korán elkezdődik, és akkor utána az alkohol, és azután jönnek a bió, tehát ezek a kannabinoid szívása, illetve a katinon, tehát az egy ilyen külön csoport ebből, és akkor az altató, nyugtató az pedig a legidősebb korban, ami jön, és itt is azért azt emelném ki, hogy persze, az nagyon nagy probléma, ami nagyon-nagyon súlyos tünetei lehetnek a szintetikus kannabinoid fogyasztásnak, de hogyha azt nézzük, hogy milyen arányban használják majdnem minden nap
alkoholt, vagy a cigarettát, vagy a nyugtatókat, akkor azért ahhoz képest ezeknek a szereknek a használói azért egy jóval kisebb arányt képviselnek. Tehát nem azt akarom mondani, hogy ez nem probléma, csak hogyha összeveszünk, mint szegregátumokban a szerhasználat, sokkal súlyosabb problémának tűnt a mi adataink alapján az altató, nyugtató vagy az alkohol használata. És rákérdeztünk, van ez a KEAGE teszt, ami az egy nagyon egyszerű négy kérdés, hogy érzette már lelkiismeretfurdalást azért, mert a szerhasználata miatt, vagy mások mondták-e már neki, hogy sokat fogyaszt, hogy próbált-e csökkenteni, vagy hogy felkelés után érezte már azt, hogy rögtön használnia kell. És ugye ez egy ilyen nagyon egyszerű teszt, és ezt végigkérdeztük ezekre a szerekre, és azt tűnik, hogy akinek problémás, aki problémás ez alapján a teszt alapján, az ugye a dohányzásnál majdnem mindenki, és a szintetikus kanabinoidoknál és az altató nyugtatónál a kétharmad, és ugye ez a szintetikus katinon van, meg az alkohol legalább, de azért ott is a többség az problémás használó ez alapján a teszt alapján, megint, amire nem szokott azért felmerülni, mert nem szokott egy téma lenni, ez az altató nyugtató használat, ami szintén nagyon súlyos probléma úgy tűnik a szegregátumokban. Az, hogy különböző módokon megnéztük a problémás szerhasználatot, és itt ugye mivel a dohányzás, aki dohányzik, és majdnem mindenki dohányzik, a dohányzás az majdnem mindenkinél problémás, ezért ezt valamilyen szinten külön megpróbáltuk külön választani, illetve megnéztük, ki ezeknek egyszer esetén, azokra mi jellemző, és akik többszer esetén van addiktológiai problémája, és ami ebben látszott mi adatainkban, hogy a fiatalokra, a fiatalabbakra, tehát 24 év alattiakra inkább jellemző, hogy többszer esetén van addiktológiai problémája, és az idősebbekre, az idősebb korosztályra pedig azért, hogy egyszer esetén van ilyen problémája, itt nemek és iskolai végzettség alapján nem volt szignifikáns különbség. Viszont amit elkezdtem mondani, hogy az alkohol és a dohányzást így kivettük, mint legális szereket, meg hogy ezek a legelterjedtebbek, és azt megnéztük, hogy ahhoz képest, akinek egyéb szerek miatt van addiktológiai problémája, ott milyen különbség látszik, és ott az látszik, hogy az alkohol és dohányzás az inkább a férfiaknál, illetve a nőkre pedig nagyon-nagyon arányban jellemző az egyéb szerek, és itt az altató, nyugtató használat az, mert ebben egyébként ezt régóta tudjuk a vizsgálatokból, hogy ez az altató, nyugtató visszaélésszerű használata az inkább a nőkre jellemző, és itt az egyéb szereknél azért ilyen magas a nők aránya. Korcsoportban viszont szintén a fiatalabbaknál látszik, hogy ott az egyéb szerek miatt van addiktológiai problémája. Látszott, hogy ezeket az új szereket inkább a fiatalok használják, tehát azért ez látszik ebbe, és az alkohol és a dohányzás pedig az idősebb korosztálynak a problémája. Persze nyilván ezek nem olyan meglepő információk, de hogy ez most már az adatokból is visszaköszönnek ezek az általános tudások, amiket ezzel kapcsolatban gondolunk, az látszik is. Megnéztük azt, hogy milyen egészségügyi szociális szolgáltatásokat vettek igénybe az elmúlt évben. Ugye itt a fehér foltokról szól ez a konferencia, tehát hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy mi az, amit ezekben a szegregátumokban, ahol tényleg nagyon kevés szolgáltatás érhető el, addiktológiai szolgáltatás pedig nem, egyáltalán, tehát nincs azért olyan falu, ahol lenne drogambulancia, azért ilyen nem van, de hogy ebben a környezetben a házi orvos az, ami kimagasló arányban szerepel, tehát az egy nagyon fontos pont az ellátórendszer felé, mert a házi orvos az, akihez mindenki de egy döntő többség azt az év során meglátogatja. És amit talán még kiemelnék innen, hogy itt ugye 39% mondta, hogy találkozott szociális munkással, ami azért szerintem
Tehát egy olyan populációban, akik kifejezetten marginalizált csoport, akiknek kifejezetten fontos lenne, hogy valahogy a szociális ellátórendszer látókörébe kerüljenek, hogy abban 40% vagy egy kicsit több, mint a harmaduk, aki az elmúlt egy évben találkozott szociális munkás, az ellátórendszer felelőssége, egyébként, hogy ez nem történik meg. És már elkérdeztünk arra is, hogy mi az, ami számukra megnehezíti az elérését, a különböző szolgáltatásokat, hogy igénybe tudják menni. És itt az első helyre került, hogy a hosszú várólista meg nehéz időpontot kapni, de hát ezek az ellátórendszer általános problémája, a kapacitás hiány. Viszont ami talán inkább a szegregátumok sajátossága lehet, az, hogy nagyon drága oda jutni, tehát hogy és ezt is tudjuk egyébként korábbi vizsgálatokban, hogy általában szegregátumokkal vagy szegénységgel foglalkozó kutatásokban azért ez, vagy aki ezzel foglalkozik, itt nyilvánvaló, hogy az, hogy valaki eljusson a városba, tehát az is anyagi probléma, vagy szóval anyagilag nehézséget jelent, és főleg azért, mert ugye, hogyha mondjuk addiktológiai ellátásról beszélünk, aki mondjuk hetente el kéne járni a városba akár, ami olyan költséget jelent, amit nem tudnak egyszerűen ezek a családok finanszírozni. Igen. Azt is megnéztük, hogy mit gondolnak, hogy ki az, aki ezt bizalommal fordulhatnak, hogyha problémáik van a szerhasználati szokásaival, és itt egyértelműen kiemelkedett a családtag, tehát hogy a családjukkal ezt meg tudják beszélni, viszont azért, illetve hát a házi orvos van még, de hogy nagyon nagy a különbség a többi típusú potenciális segítséggel, tehát hogy egyrészt az, hogy a családsegítő munkatársai szerepelnek itt a legutolsó helyen, de azért azt mondják, hogy azért itt is azért a bizalommal fordulhatnak, tehát ezt mondta azért kb. A harmaduk, de hogy tehát a szerhasználat azért egy olyan stigmatizált dolog, amiben nem szívesen fordulnak az ellátó rendszer felé, és még a falubeli nem szerhasználó barátokkal sem osztják meg azért ezt nagyon szívesen. Szóval itt azért ebből annyit emelnék, hogy nagyon-nagyon kevés a kapcsolatuk, vagy ez a kapcsolati tőke, vagy nem tudom, nagyon-nagyon alacsony a populációban, és ez is egy probléma lehet. Most sem mondanék akkor a kvalitatív vizsgálatban, amit a szakemberekről, hogy mi az, amit ők láttak a helyi ellátó rendszerben, azért ezt itt olyan szakembereket kérdez meg, akik ezekben a szegregátumokban dolgoznak, amikkel mi foglalkoztunk. Tehát nagyon sok típusú szakember volt, de hogy azért ez, ami általánosan az interjúból kiderült, hogy ez mindenki azt mondja, hogy nagyon hiányos az ellátórendszer, és nagyon ritkán kerülnek kapcsolatba az ellátórendszer, ami azért párhuzamos a kérdőívekből szűrt adatokkal, és hogy a házi orvos, vagy a védőnő, meg a családcsög, ez az, ami legnyomban előfordul, de hogy az nagyon nagy probléma, hogy ne ezek sem érhetőek el minden nap, meg hogy ezek több települést látnak el, tehát itt azért a kapacitás hiány az is visszaköszönt a szakértők véleményében is, és hogy szerhasználat, meg a függőség, vagy a leszokás, az egyáltalán nem jelenik meg ezekben a szolgáltatásokban, és hogy ez mind általában a legközelebbi nagyvárosban érhető el, ami viszont egy olyan nagy, olyan magas küszöböt jelent, amit nem tudnak a szegregátumban élők meglépni. Illetve még az iskolai prevencióval kapcsolatban, hogy az ilyen adhok, egy alkalmas foglalkozások általában az elrettentésre koncentrálva, ami szintén nem a leghatásosabb ezen a téren. És hogy amit nehezítő tényezőként elmondtak, az a leterheltség, szakemberhiány, hosszú várólisták, finanszírozás, elégtelenség, tehát ezek a problémákat is ismerjük. Hát igen, és amit itt kiemelt idézetként itt van, tehát hogy azért 3-4 hónap előjegyzés egy addiktológiai problémán, hát azért az a motiváció, akinek a motiváció kitart 3-4 hónapig, hát azért az... Igen. Ja. És hogy ők is ezt mondták, hogy utazni kell, ami anyagi korlátot jelent,
nagyon fontos, hogy megjelent a diszkrimináció az ellátórendszerben. Itt nagyrészt romákról van szó, szóval ez egy ilyen külön rárakodó réteg még az addiktológiai problémára, és ami önmagában is stigmatizált. És igen. Tehát, hogy még heti szinten sem tudom miért, mert oda a busz egy 4000 forint egy felnőtt számára, tehát havi egy-két alkalom látogatás mit jelent a családtagoknak, tehát hogy ez jelentős részét lefedné amúgy egy ilyen család jövedelmének. Igen, és ami általában is ilyen addikciós problémákhoz kapcsolódó nehézség, a nagyon nehéz a motiválás. Az, hogy nem nagyon tudnak máshova visszamenni, csak ugyanabba a közegbe, ahol azért nagyon nehéz megtartani mondjuk az abstinenciát, vagy mármilyen szinten a csökkentett szerhasználatot. És illetve korábbi vizsgálatokból is azért azt tudjuk, hogy itt van egy ilyen stresszoldás funkció is a szerhasználatnak, és hogy sokszor ez, ennek a feladása nem racionális, hiszen ez egy része lehet a túlélési stratégiának. Illetve hát még itt a probléma felismerésének a hiánya is lehet. Jó, nagyon gyorsan a végén. Tehát azért ezt, hogyha összevetjük, amit mi találtunk adatokat, de úgy, hogy ez, tehát mi kifejezetten szerhasználókat próbáltunk megtalálni a szegregátumokban, tehát ez volt a lépés, de hogyha a teljes lakosság, vagy egy hasonló marginalizált populációban, hajléktalanok körében nézett vizsgálatot nézzük, akkor hát mondjuk valahol a szegregátumokban ezeknek az új pszichoaktív szereknek a prevalencia azért inkább szerintem a hajléktalan vizsgálathoz hasonló arányok lehetnek nagyjából ezen a téren. Tehát mondom, hogy mi mértünk, az azért mondom, magasabb, mert mi ezt a populációt kerestük, de hogy valahol inkább ehhez közel lehet, nem a teljes lakosságra jellemző aránynál. És egyébként ez, tehát úgy tűnik, hogy ezek az új szereknek a használata ezekben a marginalizált csoportokban koncentrálódik, és egyébként ez az idézet az IMCDD egyik kiadványából származik, tehát azért ez európai szinten is úgy látszik ez a tendencia, és tehát hogy ezek az elői az UPS-ek előállítja a kábítószerpiac krónikusabb és problémásabb szegmenceit célozzák meg. És ami fontos, hogy itt más a szerstruktúra, tehát hogy nem a kanabisz, hanem a szintetikus kanabinoid a legnépszerűbb szer, és hogy ez nem egy ilyen elszigetelt jelenség, hanem minden régióban jellemző, és amit mondtam az előbb is, tehát hogy a teljes lakossághoz képest a teljes lakosságban alacsony az eltérség, ezt rosszul írtam. Bocsánat. Igen, ezt elírtam. De hogy a hajléktalan populációhoz hasonló elterjedtség. És tehát, hogy itt azért kiemelném a legális szerek elterjedtségét, és hogy a problémás szerhasználat aránya is nagyon magas a legális szerek esetében, tehát a dohányzás, alkoholfogyasztás, gyógyszerek, és hogy a kannabinoidok meg katinonok, ami az illegális szerek közül, vagy szóval kábítószerek közül fontos, és hogy nagy arányban vannak, akinek több szerrel kapcsolatban is van szerhasználati problémája, és itt azért itt, tehát a szegregátumon élés az egy ilyen halmozott hátrány, tehát az ellátórendszer lefedettsége is rossz, nekik anyagi nehézséget jelent, ez is egy korlátot jelent, hogy az eljutás drága, és hogy ez a kiilleszkedés, ami arra vonatkozik, hogy az ilyen marginalizált populációk elszakadnak a társadalom intézményrendszerétől, nincsen velük kapcsolata, és itt is az is látszott az adatokban, inkább a család az,
ami megmarad, de a hivatalos intézmények vagy ellátórendszer az kevésbé, ahhoz kevésbé vannak kapcsolataik. És tehát, hogyha amilyen megoldási javaslatokat a szakértők véleménye, meg az adatok alapján mi összeírtunk, azt így nagyon röviden úgy lehet összefoglalni, hogy egy nagyon fontos nem csak a prevenció, hanem az ártalomcsökkentés, az aktív használónak és a kezelés is, tehát ezeknek hogy ezeket oda kell vinni közel, mert különben nem fel tudni elérni, tehát itt a megkereső munka is nagyon fontos lenne. És hogy itt persze az új szerek, a designer szerek, amivel kapcsolatban volt egy ilyen morális pánik, de hogy itt a legális szerek is nagyon fontosak, és hogy nem lehet egy-egy problémás szerre koncentrálni, azért sem, mert általában több szerrel van problémája, és hogy itt társadalompolitikai eszközökre van szükség, mert önmagában a szerhasználat szerhasználat kezelésével nem oldhatóak meg azok a problémák, vagy azok a nehézségek, amikkel ebben a populációban szembe kell nézniük. És nagyon fontos lenne jövőre nézve valamilyen ilyen betegutak kutatás, ahol meg lehet nézni, hogy pontosan a szegregátumokban hogyan tudnak eljutni, és mi az, ami nehézséget okoz, és mi az, ami megkönnyíti az eljutásokat. Fontos lenne a szakemberek képzése is, mert akik ezen a szegregátumon dolgoznak, nagyon sokszor nem értenek az addiktológiához, nem nagyon tudják, hogy mit kezdjenek ezekkel a problémákkal, és hogy nagyon fontos, hogy helyben utazás nélkül elérést kell biztosítani, és az egész közösséget kell célozni a beavatkozásokkal, tehát ilyen jelenlét alapú szociális munka és alacsony küszöbű szolgáltatások, mobil programok megjelenése lenne nagyon fontos ebben a populációban. Hogy ennyit akartam elmondani. Köszönöm a figyelmet. Ha van kérdés, akkor... Köszönjük szépen. Van most konkrétan Robihoz még kérdés az elhangzottak kapcsán. Igen, ott van kérdés. Pillanat, várjuk. Köszönöm. Csak egy Koskai vagyok, és csak egy rövid kérdésem van, hogy vizsgáltátok-e, hogy kapcsolódnak-e a szerhasználat, és összekapcsolódik-e a pszichiátriai problémákkal, mint a hajléktalan kérdéskörben is, mert hogy ez befolyásolja az arra adott választ is, gondolom. Tehát ugyan sokszor összekapcsolódik ez a két dolog egymással, ugyanaz a személy súlyos halmozati problémák alakulnak ki. Nem most ebben a vizsgálatban, nem. Tehát mi csak a szerhasználatot néztük, a pszichiátriai problémákra nem kérdeztünk rá. De igen, ez is fontos lenne egyébként. Jó, akkor köszönjük szépen. Elnézést. Csak egy kérdés, hogy nem említve, hogy intravénás fogyasztás, azt nem néztétek, vagy... Hogy nem fért már fel, mert nagyon sok információ volt, és nem látszott semmi, de hogy volt, rákérdeztünk, nagyon-nagyon kicsi arány volt, 2% körül. Jó, akkor köszönjük szépen. És akkor kerekasztal előtti utolsó előadónk Topolánszky Ákos, aki egy KCKT-s javaslattal tudott mondani el, amin gondolkodtunk közösen. Köszönjük. Szervusztok, jó délutánt kívánok! Működik ez? Valóban az én feladatom, hogy beszámoljak erről a KCKT által, tehát kábítószeri civil koordinációs testület által kidolgozott rövid cselekvési tervről. Remélem, hogy a kollégáim ráismernek erre. Nagyon szeretnék erre törekedni. És az a helyzet, hogy... Egy időben született meg körülbelül 2 ilyen javaslat, a másik ugye a MAT nevében, tőkben hol vagy? Itt van. Itt van, ti javaslatotok, igen. És ez egy pici ideig, mint hogyha egymásra surlódott volna, de akárhányszor olvasgatom ezeket, újra és újra, egyszerűen ugyanarról van szó, azt gondolom, ugyanazokból a felismerésekből származik, csak egyszerűen más a szkópja, másra koncentrál alapvetően, ugyanabból építkezik, ugyanazokból a felismerésekből. És többek között abból, hogy ez nem egy addiktológiai kérdés, alapvetően egy nagyon komoly társadalompolitikai
probléma, aminek egy tünete, kifejeződése az addiktológiai vonulat. Éppen ezért, ha csak és kizárólag addiktológiai kérdésként vetjük fel és próbálunk rá ellátásokat szervezni, akkor súlyos tévedés lenne, nem szóval, hogy olyan delegációt, probléma delegációt jelentene, amelyet biztosan az addiktológia nem tud megoldani, hiszen arról van szó itt, ugye, hogy az eleve is meglévő nyomor, mélyszegénység, szegregáció és diszkrimináció hármasa megfejlődött egy addiktológiai problémával, egy újfajta addiktológiai problémával, amelyet egyszerűen addiktológiai ellátásokkal nem lehet azért megszüntetni, mert az első három attól még a valóság, az igazi, a mély nyomor és a társadalmi kirekesztettség az alapvető oka ennek a helyzetnek. Tehát ez egy nagyon sajátos terep, és egy nagyon sajátos társadalmi látlelete ennek a terepnek, ami itt történik. Erre próbáltunk mi egy meglehetősen funkcionális választ adni, amelyik egy ellátási eszközt fogalmaz meg, de azzal tulajdonképpen belop sokfajta más ellátást is ezekre a területekre. Tehát a KCKT azt mondja, hogy a fenti probléma kezelése csak komplex megközelítésben értelmezhető, az összes kutatónak is ez a felismerése, tehát ez egy nagy társadalmi-politikai rendszeren belül lehet csak valami fajta választ találni erre, hogy a jelen javaslat, amit most akkor elmondok mindjárt, az pedig csak egy első lépés egy sokkal nagyobb rendszer érdekében, amelyet ugyanúgy ki kell építeni, de hát ugye nagy kérdés, hogy mennyi esély van rá. És hogy ezt értékelni kell, monitorozni kell, folyamatosan értékelni kell. Tehát alapvetően az a helyzet, hogy a szegregátum nem másról szól, mint egy végső szintű bezárulásról. Egy olyan társadalmi létezésről, amelyik láthatatlan falakkal van körbevéve, és ahol gyakorlatilag a mobilitás megszűnik. Éppen ezért, ha a mobilitás megszűnik, akkor mobillá kell tenni az ellátásokat, minimum 4 kerékre kell rakni, lehet 6-ra is, hogyha ez egy nagyobb ellátóegység, de minden esetre oda kell gurulnia, tehát egyfajta Rolling Stones, Rolling Services módon kell működnie, oda kell vinni, egyszerűen csak azért, mert nem lehet kijönni a szegregátumból, gyakorlatilag nem lehet. Tehát, hogy ez a realitás, hogy ott megszűnnek a mobilitások, sokfajta oknál fogva, lehet, hogy kulturális oknál fogva, de elsősorban is finanszírozási oknál, ezen is áll eszköz, ahogy te is mondtad, pénzügyi eszköz, de harmadrész az pedig az, hogy a környező ellátások maguk is szegregatívak, nem befogadóak erre a közegre nézve, és ezért az érzékeny ellátásokat oda kell vinni. Erre azt gondoltuk, hogy ebben a rengeteg helyre, ez 384 azonosított telepi hely van, ami nagyon sok, ezek sűrűsödéseket jelentenek, tehát valahol ez utcákat jelent, valahol pedig teljes önálló településrészeket, elkülönült településrészeket, tehát nagyon nagy számú megjelenését a problémának, amelyik önmaga is nagyon sokfajta módon érintett ebben a kérdésben, amiről azonban nagyon keveset tudunk. Tehát nagyon eltérő mikrokozmoszokról van szó, amelyek nagyon sokfajta igénnyel léphetnek fel, ha tudnánk, hogy mik ezek az igények. Pontosan, és éppen ezért olyan ellátást kell oda vinni, gurítani, amelyik megfelelően rugalmas és multifunkcionális, sokfajta választ tud biztosítani. Egy két lépcsős dolgot javaslunk, az egyik az, hogy jöjjenek létre tehát a mobil tímek, a másik pedig az, hogy folyamatosan és mellette jöjjön létre egy kvázi kutatási értékelési rendszer, egy RAR rendszer, amelyik a nagyon különböző megjelenési formáit próbálná felismerni ezeknek a szegregátumoknak. Az első a mobil tím, tehát egy olyan guruló egység lenne. Éppen most nemrégiben egy héttel ezelőtt Róma melletti cigánytelepeken láttam ilyen guruló egységeket. Pontosan ugyanerről van szó. Egyébként az egyetlen ellátási forma, amelyik oda gurul hozzájuk. Szó nincs róla, hogy bármifajta más ellátásba tudnának menni. Kicsit tehát hasonló a Magyarországnak, nagyon hasonló a magyarországi helyzethez. Tehát egy olyan guruló mobil egység, amelyik legalább hetente két alkalommal egy adott szegregátumban megjelenik, ahol ezek a problémák nyilvánvalóan jelen vannak. Ez a jelenlét
szolgáltatása. Jelen kell lenni, ahol legalább 3 órában egy alkalommal ott van egy 2-től 4 fős team, amely szociális munkát elír és ártalomcsökkentést, korai intervenciót, pszichoszociális beavatkozást, pszichoedukációt, felvilágosítást, célzott és indikált prevenciót nyújt. Tehát, hogy ez egy komplex, nem mondhatnánk azt, hogy ez egy ártalomcsökkentő ellátás, nem mondhatnánk azt, hogy ez alacsony küszöbű. Ebben sok minden más van együttesen, amelyek mind ezeket is tartalmazza. Tárgyi eszköz, nagyon fontos, egy darab álló magasságú kabinú eszköz, hogy ne kapjon hátfájást a benne dolgozó, meg a látogató, amelyben van egy konzultációra alkalmas tér, és van egy vizsgálatokra alkalmas elkülönült tér, egy kis laborral, többnyire egyszerűbb szűrések elvégzésére, valóban azon kívül pedig IT-eszközökre. Személyi feltételei egy ilyen egységnek minimum 2 főállású szakember, akik alapvetően szociális munkások, és akikhez csatlakoznak különböző szakemberek, akik időnként elérhetőek ezen a szolgáltatáson keresztül, elérhető szakemberként. Ilyenek pszichiáter, felnőtt és gyermekserdülő, addiktológus, addiktológiai konzultáns, pszichológus, szintén felnőtt és gyermek, vagy serdülőkkel foglalkozó pszichológusok, szomatikus orvosok, védőnők, pályaválasztási tanácsadók. Én tudom, hogy ez egy kicsit ilyen wishful thinking, de hát miért ne fogalmaznánk meg, hogyha azt gondolnánk, hogy valami ilyesmi kellene, aztán úgyis ki fog derülni, mi az, ami megvalósul belőle. Tehát egy mobil team 4-6 szegregátumot tud ellátni 4 nap alatt, a 7-5. Napján pedig szupervízió, esetmegbeszélő csoportként, esetkonferenciaként próbálja értékelni a tevékenységét. Nyilván nem lehet az összes szegregátumra kiterjedőleg ezt működtetni, nincsenek se politikai, se szakpolitikai realitása, ami azt céloztuk meg, hogy legalább 100 szegregátumba érjenek el ezek a szolgáltatások, így 25 mobil team elindítására lenne szükség. Hát ennek az anyagi szükségletei, csak hogy körbejelezzük a nagyságrendet, csak akkor, hogyha mondjuk a szegregátumok 1/10-ét akarjuk, tehát 100 szegregátumot elérni, akkor ez körülbelül csak a guruló egységeknek a vonatkozásában 750 millió forint az egyszeri beszerzés. Tessék? Nem. Ez csak a kocsi, az autó, igen. Ezen kívül pedig 3 utazó szakember, 1 helyi koordinátor, ezt elfelejtettem mondani, hogy ezt természetesen be kell ágyazni a helyi közösségbe ezt a tevékenységet. Tehát ott bizalmat kell kelteni, ott kapcsolatokat kell, az elsődleges stakeholderekkel, ott ezt jelenvalóvá kell tenni. Ehhez mindenképpen kell egy helybeni lakos, aki ezt a bizalmat közvetíteni és létrehozni tudja. Őt is persze ezért meg kell fizetni. Ez körülbelül megint csak egy egységre vonatkozólag 34 millió forint körülbelül. Nem kis összeg. De ne felejtsük el, hogyha elszúrtunk valamit, ha későn kezdünk el beavatkozni egy egyébként már sokkal korábban felismert társadalmi folyamatba, akkor az fajlagosan nagyon drága lesz. Ez is így van, hiszen itt viszonylag kevés embert kell egy helyen elérni, fajlagosan nagy költségű ellátásokkal. Ez tehát azt jelenti, hogy 875 millió forint ennek a 100 egységnek az egy éves működtetési költsége. Majdnem 1 milliárd forint. Hogy ez sok-e vagy nem, az persze ízlés kérdése, más társadalmi jelenségekre költött pénzek allokációjának kérdése, de hát ez itt ennyibe kerül minimálisan. A második ugye egység az a kutatás, vagy a RAR típusú kutatás, amelyik felméri az aktuális helyzetet, és javaslatokat fogalmaz meg az adott szegregátum sajátosságaival kapcsolatban, hiszen nagyon különböző jelenségekre kell hirtelen alkalmazhatóvá tenni ezt az egy szolgáltatást.
Ennek a költsége sem kevés, hiszen gyakorlatilag az összes szegregátumot meg kéne kutatni, de hát azért ennyire nem lehetünk maximalisták, úgyhogy mondjuk évente 150 ilyen kutatás jutna, vagy valósulna meg, vagy ki tudná ezt a 150 kutatást elvégezni, akkor is ez egy nagyon jelentős szám lenne, kb. 150 millió forint. A nagyon alapvető kérdés a helyi stakeholderek, hogy mondjuk ezt magyarul, a érdekhordozók, véleményvezérek, na igen, mindezeknek a támogatása. Tehát ennek a helyi kultúrába, a helyi közösségbe be kell épülnie, bizalmat kell szereznie. És még röviden szeretnék beszélni, hogy úgy mondjam, az ezzel kapcsolatos megszorításokról, vagy kockázatokról. Az első, amit mondanék, hogy eleve nagyon keveset tudunk a szegregátumokról. Tehát ezek a tudások még messze nem állnak össze, de valahol el kell kezdeni, és nagyon valószínű, hogy ezen a módon kell. Ez csak egy és első lépés, egy sokkal komplexebb szolgáltatásrendszer és szervezés irányába. Harmadik, vagy amit már mondtam, hogy egy késői fázisban történő beavatkozás fajlagosan nagyon költséges lesz. Elszúrtuk. Talán ez fontos lenne. Mondjuk, hogy ki, az egy másik kérdés, de hogy már elég régóta próbáljuk felhívni a figyelmet, ez most már el vagyon szúrva, fogalmazzuk ilyen magyartalan személytelenségben. Egy fokozatosan romló helyzet mellett nyilvánvaló az is, hogy a 100 szegregátum most cél messze van a rendszerszerű beavatkozás lehetőségétől, az ugye csak egy tizede annak, de már egy hatalmas lépés lenne ebbe az irányba, ettől még a folyamatosan romló helyzet lehet, hogy tovább romlik. A ötödik az, hogy ugye nagyon kérdéses a szakember ellátottság, ha finanszírozás véletlenül stimmelne, és véletlenül ide csöppenne 2 milliárd forint erre a területre. Először is azért kérdéses, mert a szakemberek sűrűsödése éppen a szegregátumok sűrűsödésével fordítottan arányos módon alakult. Tehát pont ott nem születtek meg a szakemberek, ahol a szegregátumok vannak, és hát a szakemberek sem feltétlenül akarnak azokra a vidékre. Szóval nem egyszerű ez ilyen szervezési szempontból, de hát még a másik pedig az, hogy most még nem születtek meg azok a szakemberek, akikre már most szükség van. Mert olyan mennyiségű szakemberre lenne szükség mindenfajtából, legalábbis nagyon nehezen szervezhető és mobilizálható. Hát talán nem véletlenül, hogy idehoztam a kockázatok közé a politikai akarat kérdését, hogy vajon van erre politikai akarat, hogy egy ilyen mérvű és nagyságrendű beavatkozás támogatása megtörténik, és hogyha egyébként ez megtörténik, akkor is kérdéses a jogi környezet. Erősen nem támogató jellege, hogy körülírólag fogalmazzak, amelyik nem feltétlenül támogatja ezt a gondolatot. És még egy utolsó, hogy Németh Zsolt barátomnak is kedvezzek, hogy a kínálatcsökkentés tisztázatlan szerepe azért itt egy fontos kérdés, vagyis pontosan a megrendelés a kínálatcsökkentési szervekkel szemben, hogyan tudja ezt támogatni, vagy éppen akadályozni ezt a dolgot, ez is egy alapvető szempontja. De hát ez az, amit szépen leraktunk másfél évvel ezelőtt. Sajnos még postaládánkban nem kaptunk levelet, választ erre a javaslatunkra, de nagyon bízunk. Tessék? Ja, akkor bocsánat, akkor 8-9 hónapja nem kaptunk választ. Jó. Köszönöm szépen. Valami ilyesmi. Igen. Nekem már másfélnek tűnt szintől. Én az eternitát. Köszönjük szépen az előadást. Ákoshoz van egy kérdés. Bárki, aki komment, vélemény. Nem, nincs. Jó, hogyha nincs, akkor kerekasztal. Varga Dani fogja vezetni a kerekasztalt, és Máté Zsolt, Topolánszky Ákos és Nyíri Noémi fognak itt ülni. És Márvány Gőj Ferencő nincs, ugye Robi helyettesítette, úgyhogy...
Igen, Lakatos Elina. És még mások? Ennyi. Kezd. Mindenki sok szeretettel üdvözlök, Varga Dániel vagyok. Hát a két kolléginát is hadd kérjem meg, gyertek csak. Három kolléginát is, hogyha látom, akik bagról vannak, hogy én örülnék, hogyha csatlakoznátok hozzánk, gyertek csak nyugodtan. Igen, tudom, de minél többen vagyunk. Nincs kedvetek beülni a kerekasztalba? Parancsolsz? De emlő nagyon jó. Akkor gyere addig, négyig, és akkor utána megengedjük, hogy négykor. Persze. No, hát akkor még egyszer mindenkit üdvözlök, Varga Dániel vagyok, elérkeztünk a mai napnak az utolsó programpontjához. A legnépesebb kerekasztal, hogyha jól látom, és azt hiszem, hogy sikerült is megtalálni a legnagyobb fehér foltot Magyarország térképén. A szegregátumok, hogyha jól láttam, így első blikre talán 200-300 ezer ember életteréről beszélünk. És nagyon sok szegregátum is van, tehát tényleg azt hiszem, hogy elég jelentős ez a probléma. Rögtön én azt gondolom, hogy kezdjük is azzal, hogy itt a jelenlevők talán röviden mutatkozzanak be annyiba, hogy ugye ki hol dolgozik, kinek mi az érintettsége, ki melyik szegregátumot ismer. És én arra gondoltam, hogy egy picit arról is beszélhetnék, hogy az, ahonnan ti jöttetek, az hogy néz ki, mi történik ott nálatok. Jó, talán egy picit erről is lehetne kezdeni, nem tudom, hogy melyik irányból. Egy darab mikrofonunk van, lehet, hogy azzal nem... Akkor jó. Sziasztok, én Nyírina, én vagyok. Körülbelül 15 éve dolgozom az addiktológiai ellátórendszer különböző területén, és úgy kerültem ebbe a kerekasztalba, hogy a bagázssal dolgoztam együtt egy közel 2 hónapot. Én a dányi telepen voltam elsősorban, úgyhogy itt kaptam egy pici mellátást a szegregátum működésébe, illetve egyáltalán, hogy maga a település az hogyan működik, úgyhogy én ezt a perspektívát hoznám majd be. És ugye, ami miatt azt gondolom, hogy lehet a rövid idő ellenére is létjogosultság annak, hogy én a bagázsosokkal együtt itt ülök, az, hogy én addiktológiai szakemberként mentem oda ki, és nem pedagógusként, vagy nem általános szociális munkásként, hanem kifejezetten azzal a fókusszal, hogy a meglévő addiktológiai problémákra keressek valamilyen típusú megoldást, vagy éppen valamilyen megoldást próbáljak ott adni. Úgyhogy igazából így próbáltam egy picit ilyen javaslat, meg megoldás keresés terén javaslatokat írni a bagás számára. És akkor Zsolti. Én Máté Zsolt vagyok, az Indít Közalapítvány alacsony küszöbő programjainak a pécsi koordinátora, illetve Baranyaszerte dolgozunk kisebb-nagyobb intenzitással a szegregátumokban, és én 96 óta foglalkozom olyan fiatalokkal, akik ilyen szegregátumokban élnek. Úgyhogy mi volt a kérdés még? Ja, mondjak egy pozitív. Ez nem nincs. Tervben volt, de az idő rövidségére most kihagyjuk a pozitívumokat. Így van. És akkor hadd adjam át egy picit hosszabban majd neked, illetve nektek a szót, mert ugye hallottuk, hogy csak 4-ig élsz rá, de egy nagyon, nagyon fontos terület. Jó, akkor először bemutatkozom, és akkor utána. Igen, köszönöm. Én Botta Mőke vagyok, a Bagás Közhasznú Egyesületnek vagyok a vezetője. Én Bagon dolgozom már 2011 óta. Előtte pártfogó felügyelőként láttam bele egy picit más részébe a problémának, és már egyébként azóta a droghasználat az nálunk felmerült, mint téma, de az utóbbi másfél-két évben kezdtünk el picit intenzívebben foglalkozni, meg úgy megvizsgálni ennek az egésznek a gyökerét, hátterét. Én Lakatos Helena vagyok, én a Bagi roma telepről származom, és
Szóval annak ellenére, hogy 6 éve már Pesten lakom, én segítőként dolgozok, vagy igen, vagyis hát nem önkénteskedek, bagon visszajárok még emberekhez. A droghasználó embereknek, családoknak segítek. Köszönöm. Topolánci Ákos vagyok, az elmúlt 140 évben drogpolitikával foglalkoztam. Az elmúlt 10-ben pedig egyre inkább roma politikával. Na hát nem pont sikerült találkozni ennek a kettőnek, úgyhogy így jártam. Ja, és 6 évvel ezelőtt jutottam el először Domonyba ez ügyben, és ott brutál volt ott a helyzet, és aztán Aszód, és aztán Bag, és több ilyen. Én nekem van. Csak úgy viszont. Van 20 percünk addig a meghatározott időpontig. Hadd kérjelek meg titeket, arra kettőtöket, hogy próbáljátok bemutatni nekünk egy picit, hogy egyrészt mi ez a munka, amit Bagon végeztek, meg egyáltalán hogy néz ki ez a Bagi szegregátum. Hogy nevezzük ezt egyáltalán? Jó, akkor mivel csak egy picit így beestem, ezért én azt gondolom, hogy akkor én beszélek arról, hogy Bagon az én szempontomból. Helena azt még nem mondta ki, de igazából amiért azt gondoltuk, hogy vagy meghívtuk, mert hogy maga is droghasználó volt, és leszokott a kábítószerről, és utána jött vissza hozzánk, mint önkéntes, tehát én azt gondolom, hogy ő azért erről fog tudni majd beszélni, és én inkább arról, hogy milyen is maga a telep, vagy mi miket tapasztaltunk, az lehet érdekes, de kérdezzetek közben. Tehát Bagon azért merült fel nagyon intenzíven maga az a probléma, hogy a droghasználattal foglalkozzunk, mert hiába kezdtünk el 2011 óta egy olyan fejlesztést, ahol gyerekekkel is foglalkozunk, felnőttekkel, az ellátórendszerrel, tehát az iskolával, önkormányzattal, óvodával, minden ott meglévő intézménnyel próbáltuk felvenni a kapcsolatot és együttműködni, de azt láttuk, hogy valahogy mindig pontosan ugyanoda lukadunk ki, hogy a droghasználat az akkor a probléma, hogy hiába vannak egyéni sikerek és egyéni utak, ennek ellenére maga a közösség igazából nem változik. Tehát ezt én ugye szoktam megfogalmazni, hogyha valaki most végig sétál a Bagi cigánytelepen, ami egy 400 fős telep, 40 kilométerre Budapesttől, akkor kicsit még rosszabb állapotokat lát, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor oda kerültünk, ami azt sejtetné, hogy nincs értelme a munkának, amit végzünk. Ehhez képest meg azt gondolom, hogy fejekben, egyéni fejekben nagyon sok változás indult el, ami a környezetre pontosan azért nem tud kihatással lenni, mert hogy az ott lévő droghasználatnak a mértéke, az folyamatosan nő. Csak egy pici ilyen visszatekintés, hogy korábban egy díler volt a 400 fős telepen, most mintegy 8-10 díler van. A droghasználók száma egyébként szerintem jelentősen nem nőtt, ami megfigyelhető, hogy egyre alacsonyabb korosztály kezd droghoz nyúlni. Most már akár 10-12 éves gyerekek is elkezdenek kábítószert használni. És a megjelenése is nagyon más, tehát ezek, ahogy mondjuk ez a zombi emberek fetrengenek, és ott az utcán, ez egy teljesen, nem tudom, átlagos látképe a telepnek. És mindemellett pedig a bűnözés az azért folyamatos probléma, ami kifejezetten a kábítószer használókhoz köthető. Ennek ellenére nyilván nekünk azért is fontos, mert maga a roma integrációt nagyon nehezíti, hogy a többségi társadalom nem azt mondja, hogy a droghasználó bűnelkövetők, hanem hogy a telepi cigányok, ami nagyon megnehezíti azt, hogy valóban integrálódni tudjanak, és nagyon tud kapcsolódni az előttem beszélőkhöz abban, hogy komplex megközelítés nélkül lehetetlen megoldásokat találni. Próbáljuk meg egy kicsit így életszerűvé tenni, hogy kell elképzelnünk. Én nekem a bag túra a szód lehajtóból van meg, ami nem szoktunk lekanyarodni, hanem megyünk tovább. Hogy kell elképzelnünk ezt a területet? Igen, ez olyan, aki járt már szegregátumban, az igazából nem lepődik meg azon, ami, ahogy
elmegy ide az ember, tehát ahol vége az aszfalt útnak, és már a homokos út kezdődik, vagy a föld út, na ott kezdődik a cigánytelep, bár akik ott laknak az elején, ők azt mondják, hogy igazából nem ott kezdődik a cigánytelep, hanem ott, ahol a világításnak van vége. Ez nézőpont kérdése. Leomlott, vagy lerombolt házak, nagyon tipikus az, hogy ahonnan valaki kiköltözik, akkor ezt így magunk közt úgy hívjuk, hogy nem elkezdik megenni a házat. Tehát lényegében lebontják. Van amelyik vályokház, az teljesen lebontják, ami nem, annak még a fal maradványai azok látszódnak. És a telepet azt azért ezek így, nem tudom, színesítik. Közben házakból, tehát megvan az az X darab ház, ami a droghasználóknak a központi helye. Nyilván egyrésztről ezek a leomló félbe lévő házak, másrésztről pedig ahol a dílerek ott vannak. És áll az egész mondjuk 5 utcából, 5 vagy 6 utcából. Mik a szolgáltatások? Hát azért Bag olyan szempontból egy szerencsés helyzetben van, mert nyilván mi azért viszonylag sok szolgáltatás. Azok, amikről beszéltetek, hogy nem jutnak el az emberek a szolgáltatásokhoz, azért az a bagázson keresztül segítséget ad. Az, ami egyébként megvan, az én azt gondolom az átlagos szolgáltatás. A családsegítő szolgálat, gyerekjóléti szolgálat, tehát ott összesen van 2 munkatárs, a körzeti megbízott, aki most jó ideig nem volt, de most újra van. Van ugye önkormányzat. Tehát, hogy igazából ez a teljesen átlagos magyar vidéknek a szolgáltatása találhatók meg. Mondom, annyi itt a specialitás, hogy mi, akik drogban érintettek, azért azt abszolút felvállaltan támogatjuk, próbáljuk őket támogatni. Tehát akár pénzzel is abban, hogy el tudjon jutni. Tehát nem effektív pénzt adunk, hanem támogatjuk abban, hogy el tudjon jutni rehabra, ha ott tart. Hogy lehetne jellemezni ezt a droghasználatot, ami ott van? Vannak ennek a specialitásai? Hogy képzeljük ezt el? Hát én eléggé lokális szinten tudok csak beszélni, ezért nem tudom azt, hogy mennyire speciális vagy nem speciális. Tehát hát ezeket a szintetikus anyagokat használják. Vannak a ami még szerintem tipikus, és talán nem általános, az, hogy nagyon sok családban szülők használják. Tehát az anya, apa, vagy csak az anya használja. Nagyon sokan intravénásan, tehát a leglecsúszottabbak, akik a kezükbe lövik be a kábítószert, ami egyébként eléggé jól látszik kívülről, ennek ellenére azért, aki nem tartott, az ezt nyilván tagadja. Ami egyik megoldási módunk egyébként, hogy az ilyen családoknál jelzést teszünk annak érdekében, hogy a gyerekek veszélyeztetettsége miatt a gyerekek legalább kerüljenek ki, és azt látjuk, hogy olyankor, ha az anyukában van motiváció, akkor van esély arra, hogy ő lépni fog. Egyébként ez pont a Helena esete, ami egy ilyen mintaként szolgál, hogy na, a Helénának is sikerült, akkor nektek is sikerülhet, hogy visszakapjátok a gyereket. És a másik pedig ugye a fiatalok meg füstölnek. Tehát, hogy füstölve használják ezeket. Itt többször volt szó a mai nap folyamán itt a tűhöz jutás kérdéséről. Ez amúgy felmerül-e bármilyen formában nálatok? Van-e fecskendő? Vagy ez probléma, jelenség, előkerül egyáltalán ez egész kérdés? Én átadom a szót Helénának, hát ha te tudod ezt, hogy fecskendő vagy tű, az hogyan jut hozzájuk? Mármint a használókhoz? Igen, igen. Hát gyógyszertárból szokták venni, de úgy tudom, vagyis hát még az én időmben az volt, hogy így egymás után is az emberek, úgyhogy a higiéniára nem nagyon figyelnek oda. Ha már hozzád került a mikrofon, egy picit mesélsz erről ugye, hogy ugye te ott nőttél fel, és ugye szerhasználóként is éltél hosszú időn keresztül. Hogy volt ez? Mesélj picit arra, hogy milyen magamról történeted. Igen. Jó. Hát én 14 éves koromban kerültem a Bagi Roma telepre. Ott alapítottam családot. 3 gyerekem is már ott született, 4 gyerekem összesen, és az élettársammal is ott éltem. Miután meghalt a gyerekeim apja, akkor hát nem sokkal később kezdtem el én drogozni.
eleinte ilyen speeddel kezdtem, aztán így bejöttek a dizájnerek, az sokkal olcsóbbnak bizonyult, és aztán utána azt használtam 8 éven keresztül. Aztán miután a gyerekeimet elvették, hát ott volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy állj, és nekem segítség kell. Hát hála Istennek a bagázs akkor már bent volt a telepen. Én egyedül így nem tudtam volna, hogy mihez kezdjek, vagy merre induljak el ahhoz, hogy én vissza tudjam kapni a gyerekeimet. Eléggé nagy tudatlanság van a telepen sajnos, egy csomó ember így tudatlan a külvilág felé. És hogyha tényleg nem lett volna bagázs, akkor nem is tudom, hogyan kezdtem volna ezt az egész történetet. Általuk bekerültem egy rehabra, ott 4 hónapot töltöttem, aztán Pécsen tovább, aztán végül Pesten kötöttem ki, és most ott van az életem már több mint 6 éve. Egy jó munkahelyem, úgyhogy ennyi tudok mondani most így hirtelen dióhéjban. Szuper, gratulálok. Köszönöm. A bagázs megérkezte előtt, hogy nézett ki ennek a közösségnek a szerhasználata, amiben te benne voltál? Ez egy, mondjuk, fölmerül-e valahogy, hogy mit kezdünk ezzel az egésszel, vagy ha problémáink vannak, hogy hogyan fordultatok a segítséghez, hogy történt ez? A drog. Problémával kapcsolatosan? Igen. Eszem ágába sem volt, meg egy csomó embernek sem, mert nem tudjuk, hogy hova forduljunk, vagy kihez forduljunk. Most már inkább, mióta a bagázs ezzel foglalkozik, de én az én időmben például, nekem eszem ágába sem volt az, hogy valakihez fordulnom kell, ahhoz, hogy én le tudjak szokni. Többször próbáltam már leállni, csak így a környezetem az nem engedte, észre se vettem, és pillanatok alatt visszacsúsztam. Úgyhogy így nem tudom, hogy az emberek, vagyis az én időmben legalábbis nem. Beszéltünk itt az ellátórendszer különböző tagjairól, ugye, hogy itt a házi orvos jelenik meg, vagy a családsegítő jelenik meg, hogy neked volt-e bármilyen tapasztalatod ebben ezekkel a szereplőkkel? Nem, igazából nem. Soha nem voltam orvosnál, vagyis hát így ezzel kapcsolatosan nem voltam. A védőnöket kerültem Nagyhívbe, a gyámhatóságot Nagyhívbe kerültem, úgyhogy nem nagyon volt dolgom. Még itt egy korábbi szünetben belül beszélgetésben így megemlítettük, hogy kicsit ilyen szarkasztikusan, hogy sokszor az ellátórendszer a rendőrség formájában tud megjelenni ezeken a területeken, hogy ugye, mint a legutolsó lehetőség, akit fel lehet hívni, amikor már nagyon nagy a baj, úgy értem, amikor elvonás, agresszió jelenik meg, hogy adott esetben, nem tudom, foglalkozott-e a rendőrség ezzel a kérdéssel? Ott így. Hát, rendőrség, hát nekem a személyes tapasztalatom az, hogy nem nagyon foglalkoznak már az emberekkel ott a rendőrök, meg a mentők sem nagyon akarnak kijönni oda a telepre, mert hát nem tudom. Nem tudom az okát, hogy miért, de nem nagyon akarnak így foglalkozni az ottani emberekkel. Emő, esetleg? Szóval nekünk az a tapasztalatunk, hogy akkor kezd el foglalkozni az ellátórendszer, vagy mondjuk a rendőrség akár a problémával, hogyha a telepről kikerül. Tehát, hogyha mondjuk egy droghasználó a telepen kívül követel bűncselekményeket, akkor reagál valamit a rendőrség. Ameddig csak a telepen belül követnek el bármit. Amíg mondjuk van egy droghasználó anyuka, aki valamilyen szinten funkcionálisan legalább ellátja a gyerekeit, akik igazából úgy járnak iskolába, akkor az ellátórendszer semmit nem reagál. És szerintem pontosan ez egy nagyon nagy probléma, ez az elkenik a dolgot. Tehát még akkor is, és ezzel is nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy bemennek segítséget kérni a családsegítő szolgálathoz, elmondják akár azt, hogy a gyerek droghasználó, prostituált lett a lány azért, hogy droghoz jusson, 12-13 éves, 11 éves gyerekekről beszélünk adott esetben, és erre is azt mondja az ellátórendszer, hogy hát végül is azért elbeszélgetek vele, hogy ne csinálja. Mondja neki, hogy ne használja, és akkor majd rendbe jön minden. Ami nyilvánvalóan megint ugyanaz, hogy nem kapnak segítséget, tehát hogy ezért a telepen annyira könnyű hozzájutni, és annyira...
Csak a stream. Stream visszajött. Mert beszélgetek magammal. Szóval, hogy addig, amíg nincs az, hogy szembe lehetne nézni ezzel a problémával, és nyíltan lehetne róla beszélni, addig igazából nagyon nehéz megoldást találni. A rendőrség ugyanez, hogy azt mondja, hogy hát tehetetlenek vagyunk, hát tudjuk, hogy kik a dílerek, de amíg nincs bizonyíték, nem tudunk mit csinálni. Hiába mondjuk azt, hogy oké, hozzunk akár droghasználót, aki le akar szokni, feljelentést tesz, igazából az se lesz elég, mert hogy mindig valami van, hogy mire az eljárás eljutna valameddig, addigra a motivációja már teljesen máshol tart. Tehát azért itt eléggé gyorsan kellene intézkedni ahhoz, hogy valóban lehessen következménye. Tehát a rendőrség és az ellátórendszer igazából akkor lép csak, megint, hogyha mi valami nagyon erős nyomást próbálunk gyakorolni, amire a telepen élőknek tulajdonképpen soha esélyük nem lenne, hogy olyan nyomást gyakorolnak valakikre, mint hogyha egyébként egy szervezet mögöttük áll. Tehát, hogy szerintem azért ez azon túl, hogy nem jutnak hozzá az ellátáshoz, ez egy nagy probléma, hogy igazából inkább az a cél még mindig, hogy bent tartani a telepeken a problémát, semmint az, hogy megoldásokat találni rá. Igen, akartam is kérdezni, hogy ezt hallottuk Arinától, hogy milyen volt a ti megjelenésetek előtt az ellátórendszer, vagy az a hozzáférés, egyáltalán az ezzel kapcsolatos közgondolkodás, és hogy hogyan változik, milyen sikereitek vannak adott esetben egy szuper együttműködés a házi orvossal, egy jó családsegítő. Most hogy áll ez a helyzet? Most úgy áll a helyzet, hogy ma a tavaly évben volt több olyan eset, ahol gyerekeket kiemeltek olyan családból, ahol anyuka droghasználó volt, amit egy elég intenzív együttműködéssel valósítottunk meg. Tehát a védőnő, az iskola beleállt, mi beleálltunk, és egyeztetve a családdal. Tehát ez nagyon fontos, hogy soha nem teszünk jelzést úgy, hogy a szülő ne tudna róla, hogy mi jelzünk. Tehát, hogy abszolút nyíltan megy a dolog, mert megint ez egy ilyen félelmetes, hogy lehet-e egyáltalán, vagy féljünk, ne féljünk, és mi igazából nyilván félünk, ki ne félne akkor, amikor ilyen helyzetben van, de attól még nem lehet máshogy, mint hogy a szülő tudjon róla. Mert ugye a célunk az, hogy utána leszokjon a kábítószerről, és visszakaphassa a gyerekeit, ami nem megy akkor, hogyha a háta mögött szervezkedünk. De hát azért, tehát, hogy ezek kőkemény élethelyzetek és szituációk. És tehát, hogy azért itt volt példa a jó együttműködésre, de nem tud még mindig rendszer szintűvé válni. Tehát, volt már olyan eset is, ahol végre mondjuk ez a gondozási központ az esetmenedzserek nyomására történt valami, de hogy azért még mindig nem általános. És az továbbra sem valósul meg, hogy utána viszont foglalkozzunk. Tehát, hogyha mi nem foglalkozunk az ott maradt szülőkkel, akkor nem foglalkozik velük senki. És én azt tapasztalom nagyon sokszor, azzal lehet elérni eredményeket, hogyha van egy nagyon következetes fellépés, és valami itt lebeg a fejük fölött, tehát ez a gyerek kiemelésnél ott mozdulhatnak. Vagy például a fiatalok droghasználatánál tavaly 3 fiatalt juttattunk el a 3 magyarországi tini rehabra, akik ott voltak 3 vagy 4 hónapon keresztül. Majd mindegyik kijött. És azért sikerült őket eljuttatnunk, mert a gyámhiva, ugye az esetmenedzserek léptek, és kilátásba helyezték, hogy kiemelik a gyerekeket. Na erre azonnal reagáltak a szülők. Na, eljuttattuk őket. Ellenben, mikor a gyerekek kijöttek, mert nyilván pokoli nehéz, hogy ott van, nem tudom, x 100 kilométerre a családtól, úgyhogy egyébként egy napot se töltöttek külön. Na most ott van nagyon messze, majd a gyerek kijön, és a rendszer nem lép. Nem emelik ki a gyereket. Mert ha egy esetben elvitték volna valamelyik gyereket, akkor biztos, hogy megint visszaküldik. Mert akkor azt érzik, hogy hoppá, itt baj lesz. De mivel nem ez történt, visszakerülnek és visszaesnek ezek a fiatalok, hiszen ott van, ott a drog a mindennapjaikban. Nincsenek, 3 hónap alatt nem tud új mintákat tanulni. Akár adott esetben van olyan, ahol a szülő drogot árul, akkor ha visszakerül, akkor igazából nincs. Viszont ezeknél a fiataloknál pedig ki se lehet őket emelni. Pont azért nem viszik el, mert nincsen ellátórendszer, aki foglalkozna azokkal a kamaszokkal, akik már nevelőszülőkhöz
esélytelen, hogy kerüljenek, lakásotthonból úgy is szökni fognak, nincs olyan hely, ahol lehetne őket fogadni, viszont ott van ez a 14-től 18 éves korosztály, akik lényegében ki vannak téve ennek a... És nagyjából ez egyetlen lehetőség, hogy várunk, amíg annyi bűncselekményt elkövet, és elítélik majd egyszer, és börtönbe kerül. De hát ez sem megoldás, mert utána meg kijön, és folytat mindent ugyanúgy. De ez... Van-e a falunak valami megtartó ereje? Tehát olyan, hogy ami miatt szívesen laktatok például. Míg a drog nem volt a telepen bent, addig egy tök nagy családias légkör volt az egész. Rengetegen ezért ragaszkodnak még mindig a telephez, mert azért még valamennyire megvan, csak már a drog egy kicsit széthúzta. Szerint ilyen... Szerintem ott nincs ilyen megélhetés, közmunkából élnek az emberek ott általában. Vagy... Igen, meg egy telepről nem mozdulnak az emberek, mert hogy azt szokták meg, tehát hogy ott a mobilitás az alig. Tehát azt, hogy elmenjen mondjuk a 40 kilométerrel odébb lévő máj, vagy mondjuk még Gödöllőre esetleg elmennek, de távolabb alig. Tehát az, hogy mondjuk iskolába járjon valaki, nem Bagra, az is egy iszonyú elképzelhetetlen valami. Tehát nem fognak elmozdulni onnan csak azért, mert nem olyan jó. Maximum tervezgetik, hogy de jó lenne, de nem valósítják meg. És bocsánat, csak a hat köszönjek el, és utána átadom, és bocsánat, de szülőértekezletre kell mennem. Nagy élményem volt, csak a bakról szeretem. Ja. Utána odaadom neked. Adom. Hogy így van az emőke, hogy jól emlékszem arra, hogy a Bagi telepen úgy van, hogy van egy beékelődött utca, amelyik magyarok lakta. Na oda, tehát ott fehér magyarok laknak, oda aszfaltút megy, abban 3-4 házban. Az összes többi utcában nincsen aszfaltozott út. Tavasz utca, igen. Csak az az egy út, csak az egyetlen út beékelődve. A másik pedig az, hogy 2 év alatt teljesen szegregáltá vált az iskola. Hát amikor ott voltunk, akkor már csak egyetlen egy beiratkozó volt, többségi. Ja, azóta változott? Igen, mert azóta alakult egy szülői összefogás, akik elkezdtek azon dolgozni, hogy motiválják a nem telepi szülőket is arra, hogy beírassák az iskolába a gyereküket. És most próbálunk velük együttműködni, hogy lássák, hogy igazából nekik is ugyanaz a célunk, mint nekünk, mert ők se gondolják, hogy jó lenne, ha csak cigány gyerekek járnának az iskolába, és mi se gondoljuk azt, hiszen akkor nincs integráció. És ebben elindult egy változás, és pont ez is hozta azt, hogy a Bagázzsal hajlandóak lettek intenzívebben együtt működni, mert hogy azért közös a célunk. Egy nagyon rövid utolsó kérdés, hagyd tegyek fel, bocsánat, úgyis csúszás van a szülőin. Ti hogyan illeszkedtek bele a magyarországi ellátórendszer, intézményi rendszer, miből működtök, mit segít ez nektek, miben nem segít ez? Alul. Mi egy civil szervezet vagyunk, részben pályázati forrásból működünk, de legnagyobb részt pedig magántámogatások vagy céges támogatások, tehát nincs állami forrás, amit kapnánk. Nem is pályázunk ilyen típusú forrásokra. Mondtad, hogy akkor pályázatokban, de akkor nem állami pályázatokra, nem közvetlenül, tehát hogy nemzetközi pályázatokkal valósítunk meg. Ez egy tudatos döntés. Ez abszolút egy tudatos döntés. Tehát, hogy mivel nem értünk egyet a jelenlegi szociálpolitikával, ezért nem is szeretnénk pénzt elfogadni. Azért, hogy mégis valahogy úgy megvalósítsuk, hanem azt gondoljuk, hogy... Hát lehetne jóra fordítani, csak azok a pályázatok, amik ehhez kapcsolódnak, azok azt látjuk, hogy teljesen lehetetlen feltételeket támasztanak, ami nem szakmai, és nem tudunk vele azonosulni. Igen, részben ezért is kérdeztem, hogy hogy lássam mondjuk ezekbe a ginopokban, meg a telepfelszámolások, meg ezekben mennyire... Tehát, hogy szerintem ezek így, ilyen formán nem tudnak működni. Tehát már csak azért is, és egyébként eleve a pályázatok nehéz, tehát azért is alakítottuk ki, hogy legyenek magántámogatóink, mert hogy itt mire egy bizalom kialakul, addigra már vége a pályázatnak. Tehát azért ezek nem egy-két napos dolgok, hanem éveknek az apró, pici, ilyen kis tyúklépésben haladunk előre.
És bocsánat, elmegyek. Hajrá. Köszönöm, és átadom a szót. Köszönöm szépen. Fogalma nincs tőle. Mondjuk, amit mondta itt a végén, tehát nem ezt akartam, csak ez jutott, akkor most teszem, hogy a Magyarországon, ha jól tudom, 2012 falukutatásai alapján már 200 gettó falu volt akkor, és azt prognosztizálták, hogy a következő időszakban, azt hiszem 5 éves időszakban további 100 lesz, és gettó falunak azt hívták, ami, ahol legalább 70-80%-os a romák aránya. Tehát, hogy finoman szóval is elég nagy kihívás az, hogy ezzel a... Egyébként én az abszolút egyetértek, hogy tulajdonképpen a teljes ellátórendszer tehetetlen. Tehát ha megnézzük a gyermekvédelmi szakellátást, rezsimek nélküli, tudom én, igazából túlélésre játszó lakásotthonok és gyerekotthonok működnek, a gyermekjóléti szolgálatoknál is jelentős kihívások vannak, ha már csak ha nézem a szakember ellátottságot. Az oktatási szegregáció az elképesztő. Én nem tudom, hogy innen hogy lehet visszafordítani a helyzetet. De azt mondják az oktatási szegregációban ugyanezt, tehát hogyha már mondjuk 50% fölé megy, akkor olyan jelentős módszertani kihívásokat is jelent a sok problémás gyerekek oktatása, hogy az jelentős esélyromlás jelent. Tehát a szegregátumokban élő gyerekeknek az oktatási esélyei azok elképesztően, hogy mondjam, alacsonyak vagy szinte reménytelenek. Nem tudom, még akkor melyik részét mondjam, a foglalkoztatási helyzet szintén katasztrofális, közmunkaprogramok, nem tudom én, mik jelentenek. És egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy ráadásul az is óriási kihívás jelent, hogy ezt a szituációt, ezt a belülről, tehát egy bezárt szituációt, mondjuk egy odavét program, hogy tudja feloldani. Tudok egy olyan teljesen, már egyébként a 80-as években gettófaluval, 100%-ban roma faluvá vált településről, ahol létezik gimnázium, sima gimnázium, egy alapítványi gimnázium, és nagyon sok kritika éri, hogy tulajdonképpen ezzel tovább rombolta az integráció esélyét, mert valójában bezárt. Tehát, hogy már az oktatás esélye, tehát még a esetleg jobban tanuló diákok sem mennek már el. Tehát, hogyha megnézzük, hogyha létezik no-go zóna, akkor lehet, hogy ezek a települések azok, és hogy pont jártunk egy ilyen településen, ahol a gyerekeknek egyébként nyelvi környezetük is mondjuk teljesen elkülöníti őket. Ennek van egy jó oldala is, de ugyanakkor mégiscsak elképesztő, hogy ilyen arányban akár lehetne Horvátország része is ez a település, mert hogy szinte semmi nem köt, még a nyelvük sem. Még iskola, az iskolát is alapítványi iskolák tartják fönn, egyházi szervezetek járnak be, és van mondjuk egy bolt. És ezen kívül semmi kapcsolódás az országhoz. Dél-Baranyában járunk, ugye? Igen. Igen. Ormánság? Igen. Az egykéző Ormánság, ahol egész település sorok vannak, ahol azt lehet mondani, hogy ezek gettófalvak. És hogy hát szívszorító azért azokban az iskolákban. Tehát egyrészt a tanárok helyzete is, hogy tényleg eszköztelennek érzem azt, és hogyha bár ugye hihetünk abban, hogy ha rendszer szemléletben gondolkodunk, hogyha a rendszer egy részét megváltoztatjuk, akkor a rendszer többi része is erősödhet, vagy változik, de ugyanaz megfordítva is igaz, hogy egyetlen egy változás az összes többi erősödése nélkül meg reménytelen, és hogy vannak nagyon jó tanodakezdeményezések, vannak nagyon jó civil kezdeményezések, egyházi kezdeményezések, de hogy én azt látom, hogy ha nincs erős szociálpolitikai elképzelés arról, hogy hogyan tovább, akkor ezek előbb-utóbb mind óhatatlanul elmorzsolódnak, és nem lesz változás. És egyébként pedig a
a falukutatások azt is elmondták, hogy az a baj a gettó falvakkal, hogy akik egy picit jobb helyzetbe kerülnének, és hogy ők lehetnének az adott falu jó értelembe vett polgárai, akik megtartó elő, akik előre vinnék, pont azok mennek el. És ezért mi tulajdonképpen mindig elmennek azok, mindig elhagyják a települést azok, akik egy kicsit tovább vihetnék, úgyhogy elég kilátástalannak néz ki a helyzet, hogyha itt nem lesz összefogott, több ágazaton keresztül összehangolt kezdeményezés. Hát először begurulnak majd ezek a tímek. Noémi? Akkor erre reagálhatok, és akkor itt most magamhoz kapom a szót, mert hogy én más aspektusokat behoznék. Egyrészt ez a mobil addiktológiai szolgáltatás nyilván a semmihez képest tök jó ötlet, de azt gondolom, hogy ez egy csomó esetben ilyen tüneti kezelés típusú beavatkozás tud lenni. Tehát, hogy ennél, ezt mindenki elmondta, hogy több rétegű beavatkozásra van szükség, és hogy... tehát, hogy ide befűzöm, hogy dolgozik a bagázs. Alapvetően mind a két helyen van egy ilyen konténer telep, ahol gyakorlatilag Dány és Bag, igen. Tehát, hogy van egy konténer, ez a bázis, és akkor itt vannak foglalkozások. De a terepen dolgozók alapvetően azzal töltik az idejüket, hogy mennek házról házra, és órákig az emberek otthonában vagy az utcán vannak. Én is ezt csináltam, csak én Dányban. És hogy... igazából valós infókat és a problémákat úgy lehet nagyon durván meglátni, hogy órákat ülsz embereknek a házában, és nézed a működésüket, és hogy ez az, amiatt én azt mondtam az emőjéknek, hogy most, amit én tudnék csinálni, az abszolút tűzoltás. Szerintem tök zsákutca az, hogy az emberek fejében az van, hogy hogy megoldás keresésbe hívjuk ki a rendőrséget, és menjen mindenkire habra, de ezek nem oldják meg a problémát, hogy a környezet nem változik. Ezt az emő is elmondta. Tehát, hogy egyrésztről jó, tehát, hogy aki akar menni, az tudjon menni, ezt abszolút elfogadom, de hogy gyakorlatilag most szerintem az van, hogy akik vannak most szerhasználók, problémásak, persze adjunk lehetőségeket, de kvázi tüneti kezelés folytatható, ha nincsenek szociálpolitikai beavatkozások, mint életkörülményeknek a javítás, onnitól kezdve, hogy Dányban azt hiszem, hogy két hely volt, ahol volt WC. Mindenki másnak vagy pottyantós WC-je volt, vagy még így az sem. Tehát, hogy azt így nekünk is át kellett gondolni, hogy akkor így, hogy időzítünk. És hogy így horror ez a viszony, és ugye olyan házakkal van tele, ezt még csak hogy el tudjátok képzelni, mint hogyha ilyen régi szocpolos időben felépítenek ilyen nagy családi házakat, és kívülről azt gondolnánk, hogy jó, nincs bevakolva, de így egész nagy, meg rendben van, de hogy mondjuk az X szobából egyetlen egy szoba van, amit használnak, az le van három pléddel fedve, ugye az az ajtó, és akkor mondjuk így bent ül 12 ember, és mondjuk amikor én azt látom, hogy ez egy egyéves gyerek, zéró darab gyerekjáték, zéró mesekönyv, semmi, és akkor ott van 10-12 felnőtt között egy darab gyerek, akivel itt senki nem foglalkozik, és így látod a gyereke, hogy így keresi az ingert, keresi a kapcsolódást, szóval hogy így azzal szembesültem, hogy így kb. 0 éves kortól el van cseszve ez az egész, és hogy gyakorlatilag az anyukáktól kezdve lehetne a következő generációra megfogni ezt a folyamatot, hogy elkezdjük az anyákat felkészíteni arra, hogy akkor így hogy nevelünk gyereket. Mert hogy ezek a gyerekek vacak módon vannak nevelve, az van, nincs következetesség, nincsenek ingerek, nincsenek fejlesztve, tehát az, hogy nem tudom, a készfogó izmaik tudjanak annyit fejlődni, hogy tudjanak, legyen esélyük arra, hogy írás megtanulják, ugye erre így nincs semmi esélyük, meg perspektívájuk, és akkor nem foglalkoznak velük, már az óviba úgy kerülnek be, hogy magatartás zavarosak nem tudnak beilleszkedni, már onnét is rögtön az iskolába. Az iskolába azért nem megy a gyerek, mert ott megverték, a szülő nem megy utána, hogy miért verték meg. Ezt én magam is egy kisfiútól hallottam, hogy ő nem akar iskolába bemenni, és itt szépen pici kortól ez a lavina, ez így egyre durvábban így csúszik. És akkor annyira zártak egy csomó infótól, hogy amikor azt kérdezi tőlem valaki, hogy a rák az egy fertőző betegsége,
És akkor azért ilyen X-el aláírós emberek így vannak jelentős számban. Ugye a szegregátumok egyik jellemzője az, hogy az alacsony iskolai végzettség az viszonylag nagy arányban van jelen. Szóval, hogy itt viszonylag korántól, tehát a gyerekvállalástól meg kellene fogni, és az, amiről nagyon keveset beszélünk, és kevés energiát fordítunk bele szerintem, az a szemléletformálás, amit én elkezdtem volna, hogyha így nem hozza másként az élet, hogy az összes intézményi szereplővel felvenni a fonalat, ez a rendőrséget, a védőnőt, a háziorvost, a gyerekorvost, a családsegítőt, minden ilyen szereplőt jelentene. Az önkormányzat, a jegyzővel beszéltem, szóval, hogy amíg a városvezetők és ezek a döntéshozó pozícióban lévő emberek erről nem akarnak tudomást venni, nem lehet hatékony beavatkozásokat megtenni, csak tűzoltást, meg tünetkezelés szerintem. És ugye Dányban is ugyanaz van, csak egy kicsit le van maradva, vagy egyelőre még viszonylag sokkal aktuál, hogy amíg nem lépi át a betonozott út határát, addig nem érdekli a lakosságot. Dányban is azért kezd érdekelni, mert eltűnnek a nem roma gyerekek az iskolából, és mindenki Gödöllőre, meg nem tudom milyen környező településekre viszi, és innétől kezdve, hogyha egy picit is érinti őket, akkor akarnak vele foglalkozni. De hogy ehhez borzasztóan nagy szemléletformálás kellene. Tehát, hogy mi próbálkoztatunk a mobil programjainkkal, de mondjuk azt, hogy a közmunka programot ők helyben hogy használják fel, és hogy mondjuk ne az legyen, hogy értelmetlenül söprögettetnek, hanem azt mondják, hogy élhetőbbé tesszük a saras-mucsaras utakat, és akkor legyen az, hogy a ti lakó környezetetekben akkor megcsináljuk a betonozást, vagy nem tudom, valamit kiépítünk. Tehát, hogy valami értelmes, konstruktív munkát. De hogyha nem szemléletformálásban nem fektetünk energiát, akkor nem fog tudni változni. És egyébként meg vannak jó kezdeményezések. Voltunk a Kovács Krisztivel, aki a Dányi telepnek volt a vezetője, Lajos Mizsén meghívtak bennünket, ott például fut egy EU-s, talán EFOP-os, nem tudom milyen jelzésű program, és az a lényeg, hogy ott gyakorlatilag ez történik, hogy ezek a különböző szereplők, legalább 20-an ott voltak a megbeszélésen, ami tök jó volt, ők hasonló programokat csinálnak, mint a Bagázs, csak van mögé téve pénz. És Dányban is az történt, hogy nem konvergencia régió, ezért nem tudtak forrás lehívni ahhoz, hogy különböző szolgáltatásokat elindítsanak. Illetve még mondanék egy olyan csúnyaságot is, így településtől függetlenül, hogy pszichológiai konzultációt felajánlották az egyik településnek, hogy ingyen kivisznek ezzel foglalkozó alapítvány, és azt mondta a családsegítő erre, hogy köszönik szépen, de hogy így ezt nem annyira szeretnék befogadni. Tehát, hogy ott a vezetői fejekben is azért így vannak komoly problémák, és hogyha nem foglalkozunk velük, és nem mossuk át egy picit az ő agyukat, hogy lássák a komplexitását, meg lássák azt, hogy van szerepük, akkor nem fogunk tudni haladni, illetve a beépített emberek tök fontosak. Mi például ilyen polgárőrvonalon is kezdtünk volna mocorogni, hogy a telepi roma férfiakat bevonni, érdekelté tenni, abban, hogy ott a saját környezetükben rend legyen. Ugye a Bagázsnál mindenhol vannak telepi koordinátorok vagy munkások, de ez megint egy nehéz kérdés, mert az egyik lány pont az őszi Bagázsos konferencia után járt úgy, hogy ilyen véletlen egybeesés vagy nem. Mindegy, tekesek kiszálltak, és akkor az egyik környéki, illetve dányi dílerre rászálltak, és akkor másnap a lány férje kapta a telefont, hogy akkor az asszonyodnak mondd meg, hogy mostantól nem dolgozhat a programba. És ez a szegény lány 2 hétig nem mert kimenni nagyon az utcára. Szóval, hogy így a helyi... Az volt azt gondolod, hogy ő nyomta föl. Igen, ezt gondolták. Igen. Szóval ugye ez is nehéz, hogy figyelni kell arra, hogy védjük a telepi, mondjuk úgy, hogy beépített embereinket is. De közben nélkülük ez nem nagyon megy. De ezzel lezárom, hogy baromi sok időt kell a telepi emberekkel eltölteni, és akkor lehet látni az ő szükségleteiket. És hogyha ezt nem tesszük meg, és akár csak egy kérdőívezés erejére megyünk ki, az is fontos, meg kell nekünk, csak az önmagába kevés. Mert a nagy mélységeket, meg az, hogy ők hogy működnek, az nem biztos, hogy látni lehet. Viszont baromi sok idő, meg energia, és nem gondolom egyébként, hogy nagyon könnyű munka lenne. De hogy bizalomépítés nélkül meg tökre nem megy. Én is gondoltam, hogy ott leszek, és akkor majd így jönnek, meg akarnak velem beszélni a drog problémájukról, és akkor így nem jöttek. Ez történt.
Nagyon jó volt ez a megfogalmazás, bocsánat, amikor mondtad, hogy amikor eléri a betonozott utat, eléri a probléma. Ha emlékszünk, a Hős utcai probléma is akkor lett probléma, amikor kiért az egyes villamos megállójába, meg még inkább már Népstadionig, tehát akkor vettük észre azt, ami már 10 éve tud mindenki, aki a területen dolgozik. Na most a Hős utcai problémára azt a frappáns megoldást találta ugye a Kőbányai önkormányzat, hogy akkor úgy, ahogy van, takarítsuk el az egészet, mert akkor biztos meg fog oldódni ez a probléma. Kérdezném én, hogy a telepfelszámolási programok az ez? Ez az irány? Egyébként Pécset jelentős telep vagy antiszegregációs kezdeményezések vannak, és vannak vannak sikerek, de vannak elgondolkodtató elemei is. Tehát érdekes módon az antiszegregációs lépések azzal járnak, hogy maga a teljes telep megszüntetés az nem pálya, mert hogy akkora területről beszélünk, és hogy sokan valóban ott is szeretnének maradni. Viszont a felújítások azok valóban jelentős életminőségjavulást okoznak. Ugyanakkor olyan szabályok vannak, hogy kb. A lakosságnak a 10%-át át kell helyezni másik. Tehát, hogy a tereprehabilitáció onnan tereprehabilitáció, hogyha 10%-e elköltöződik onnan. És ideális esetben nem egy központi helyre költöztetik a családokat, hanem keresnek megfelelő jó ingatlanokat. Ezt Pécsen úgy oldották meg, hogy egyébként szintén, hogy mondjam, hogy a közel a kockázathoz lévő, de valójában még nem szegregátumba telepítettek több mint 30 családot, és ezzel tulajdonképpen ezek jelentős része problémás volt, és akkor tulajdonképpen az a terület vált szegregátummá. Tehát tulajdonképpen az kétségtelen, tehát az hozzátartozik a valósághoz, hogy az a terület, ahol a beavatkozás összpontosítódott, az jelentősebb jobb helyzetben van. Egyébként mi magunk is ott dolgozunk, tudom, 10 éve, és jelentősen javult az életminőség, csökkent a droghasználat, nincs már intravénás használat, tudom én, ilyesmi. De ugyanakkor meg egy másik területen létrejött, egy kockázatos területen pedig létrejött egy újabb szegregátum, úgyhogy az egész, mindenki tudta, hogy ez lesz. Tehát nyilván az, hogy a többségi társadalom mondjuk ebből hogy húzta a hasznát, hogy a több milliárdos beavatkozások, azok hogy jöttek jó építkezési vállalkozásoknak. Ez már tényleg az, áfa, az csak a finom habja a történetnek. Tehát, hogy nyilván megérte ez a teleprehabilitáció, és valóban, ezt nem akarom azt mondani, hogy nem volt haszna, de hát ebbe a folyamatban létrejött egy új. Úgyhogy nem volt teljesen ideális a program. Igen, ez kicsit az a probléma, bocsánat, ami már elhangzott ma is, ez a egyik helyen elnyomjuk, akkor ez kijön egy másik helyen. Hát ez a lufi, amit így nyomkodunk. Ugyanez Hős utca, nyilván megy tovább, akkor Pongrácz tele, Bihari út, az illatos, hogy a dzsumbú is, hogy szépen bejött a kilenckernek a belső részébe, most annál elindul kifelé. Ákos is akart hozzászólni, és még te is akartam mondani. Elnézést, csak kicsit így megszólítva érzem magam, bár nincs felhatalmazásom. Én Koska Éva vagyok, és abban a telepprogram háttérprojektjében dolgozom, ahol azokat a szociális munkásokat készítjük fel, akik közel 90 településen fognak kis településen szociális munkát végezni, jelenlét típusút. Egyébként én azt gondolom magamról, sokatokat így ismerem, hogy én a civil szférából jöttem, sokszor dolgoztam az államiban, de ugyanaz az ember vagyok, és ugyanazt a módszertant képviselem itt is, ott is. Tehát, hogy amit a bagázs csinál, azt mi egyébként ezekben a települési programok kapcsán a szociális munkások számára rendszeresen bemutatjuk, és próbáljuk minden inkább bevezetni. A Máltával együtt dolgozunk, a Málta jelenlét programja elég vaskosan az alapja az egésznek. Az igazgyöngy programtól kezdve egy csomó mindent próbálunk bevinni, szemléletben is a szociális munkások számára. Nyilván ez csepp a tengerben. De ugye ezek az FOP-ok, ezek a kis településiek,
amit a Csák Róberték kutattak, ez a telep háttérprojektben kutatták, és ez egy nulladik pont. Azt gondolom, hogy most van egy időszak, közel 3 év, ahol elindulnak ezek a projektek, amiben sok minden beleférhetne, a volna együttműködés. A városi programok, azok a toppok, azok is ugye még jó pár évig dübörögnek egy-két helyen. Tehát igazából nekem az a legnagyobb problémám, hogy szerintem, én még egyszer mondom, hogy amikor civil vagyok, ugyanazt vallom, mint amikor a félig állami rendszerben dolgozom, az volna jó, hogyha leülnénk, és tudnánk egymásról, és erősítenénk egymást, és hogy azok a szakemberek, akikkel kapcsolatba kerülünk, vagy bevonunk a programjainkba, mert hogy most már nem beszélünk szociális munkásokról, mert olyan fajta hiány van, hogy mindenféle képzettséggel bíró embert megpróbálunk mozgósítani, akiben van némi affinitás, hogy tanuljon és együttműködjön, azt most tudnánk úgy készíteni, hogy valóban ott helyi szinten változás legyen. Tehát, hogy valamit elindítsunk, mert megint a nulladikra fogunk visszatérni. Tehát, mert egyszer ez megtörtént. Hát volt ilyen, csak akkor nem EFOP-nak hívták, hanem TÁMOP-nak, és újra EU-s forrásokat fogunk felhasználni, úgyhogy hatékonysága a nullához fog közelíteni. Igen, csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy szerintem akkor kell foglalkozni a szegregáltságnak a helyzeteivel, amikor azok olyan szélsőséges helyzeteket teremtenek, amikor egyszerűen kötelezettség, például a mobil tímeket azért javasoljuk, mert hogyha valaki súlyosan drogfüggő, akkor neki is alapvető állampolgári joga van ellátásokhoz jutni, miközben teljesen tudjuk, hogy a mobil tím nem a megoldás, csak az ő kivételes esetükben. Alapvetően a szegregáció folyamataival kell foglalkozni, a kirekesztésnek a folyamataival, amelyek nagyon erősek. Csak mondjak egy példát, éppen Bagról 2016-ban 24 gyereket minősítettek enyhefogban szellemi fogyatékosnak, és irányítottak kisegítő iskolába. Hány százalékuk volt roma, cigány? 100 volt. Ami ugye egy genetikai nonsens, mondhatnám, hogy eugenetikai nonsens, és súlyos aljasság. Tehát ez benne van a rendszerben, ez a fajta dolog, de egyébként teljesen független szakértőknek sikerült minősíteniük. Az más kérdés, hogy éppen az iskola igazgatója nekem minden további időnk azt mondja, igen, ez így reális. Egymás között házasodnak. Ezért van ez. Persze egyáltalán nem lehet igaz, de mindegy. De ez egyszerűen megalapoz ezt a dolgot. Amit szeretném mondani, hogy a telepelszámolási program az rendkívül sikeres, azt hiszem, hogy -1-ben mérhető a telepeknek a száma, mert például Miskolcon a számozott utcákból 2 új telepet sikerült létrehozni, tehát egyel többet sikerült létrehozni Jukolvölgyben és Jukoltelepet. Tehát, hogy addig, amíg nincsen nagy, nem szociálpolitikai, hanem társadalompolitikai rendszer, aminek része csupán a szociálpolitikai rendszernek a pénzbeli és nem pénzbeli ellátási rendszerei, a különböző támogatási formáknak, az elosztáspolitikai, sok minden, addig ez nem nagyon fog változni, ezért mind a kutatások is, mint pedig a mi javaslataink is teljesen egybehangzanak, hogy magát a szegregációt kell megváltoztatni, amelyiknek van oktatási szegregációs része, van lakhatási szegregációs része, van munkaerőpolitikai szegregációs része, és van persze egészségügyi szegregációs rendszer, meg mondjuk emberi jogi, vagy a jogállamiságot érni, kinek mennyi esélye van hozzájutni. Na, szóval, hogy elképesztő helyzetek vannak, és ebben mi az addiktológiai részéről csak abban az esetben szabad beavatkoznunk, amikor tényleg nagyon súlyos betegségi vagy problémás drogfogyasztási helyzetek vannak, mert különben az a probléma lesz, hogy a döntéshozó ránk fog mutogatni az addiktológiai ellátókra, hogy ők nem oldják meg a problémát, miközben a probléma nem az addiktológiai része, mint ahogy Helena esetében sem, de aztán ki tudott abba is csúcsosodni. Persze, de alapvetően nem az volt, hanem maga a szegregáció. Az az iszonyatos jogvesztettségi helyzet, amiben élnek. Csak azt szeretném még hozzátenni, remélem senki nem értett félre abba, hogy a mobil tímeknek természetesen van létjogosultsága azon emberek irányába, akik azt gondolom, hogy viszont kisebbségeket vagy kisebbséget képeznek, mint például Helena, akik kivételesen motiváltak, akarnak mozdulni, de hogy a nagy többségre ez nem jellemző. És ugye sajnos ezek a, meg nem tudom, hogy mondjuk az elképzelés az mi, hogy
ez az egy vagy két nap, hogy az ilyen terepjárás, vagy úgy, mint a tűcsere buszoknál, hogy várjuk a klienseket, szóval hogy ez nem működik. A bagásprogramoknál például eleve úgy működik, hogy mennek az önkéntesek, vagy a kindolgozók is házról házra összeszedik a gyerekeket. Tehát, hogy itt olyan mérvű az elérő munka, és annyira aktívan ki kell, hogy menjenek. Tehát, hogy ez egy plusz esély azoknak, akik kivételesen motiváltak, de ugye mélységében ennél sokkal több minden kell, szerintem. Vagy nem. Szóval azért azt kellene mondjam, hogy a BAG azért egy exkluzív luxus helyzetben van, azáltal, hogy pont 37 darab kilométerre van Budapesttől, mégis a legtöbb ellátás valamennyire, nagyon messze, de azért. De mi van Tiszavasvárival, ahol két telepen 4000 cigány lakik, úgyhogy az első munkahely 60 kilométerre van, de persze az sincsen, az ellátások meg még sokkal távolabb időkben, vagy mondjuk Bodvaszilason, vagy éppen Girincs nevezetű községben, ahol semmi, nulla sincs. Tehát, hogy azért kell mégiscsak valamifajta szolgáltatásokat gurítani, éppen nem csak addiktológiájukat, mert bezártuk őket. A társam bezárta őket. Csak tényleg egy mondat, hogy most tulajdonképpen a designer drog kapcsán kezdett úgy tűnni, mint hogyha a szegregáltamokban tehát illetve tudjuk, hogy vannak szegregáltamok, ugye? Mert a Máté Zsolti azt mondja, hogy ő 96-tól dolgozik olyan gyerekekkel, fiatalokkal, akik szegregáltamokban élnek. Zsolt, te nem volt designer drog, hogy találtál oda? Tehát, hogy ez nyilván egy ilyen érdekes, és aztán másrésztről meg, amikor éppen egy évvel ezelőtt, tavaly februárban a Szociális Minisztérium úgy gondolta, hogy neki dolga van a szegregáltamokkal, és összehívott egy ilyen kerekasztalt, hogy nem is tudom, minek hívjuk ezt. És akkor, amikor így minden előadó kivétel nélkül ezt a komplex megoldást javasolta, akkor minden alkalommal felhívták a figyelmünket, hogy nagyon örülnek, hogy mi ennyire komplex módon próbálunk gondolkodni, de őket most csak az addiktológiai rész érdekli. Tehát, hogy ne lépjünk már itt egy kicsit se odébb, mert itt az addiktológia... Csak itt csalódást fogunk okozni, az a baj. És miután csalódást okoztunk a minisztériumnak, ezért tavaly februártól sosem többet nem lettünk összehívva ezzel a problémával. Tehát a designer drog az végül is már megint itt, mint amikor a rendszerváltás után, amikor megjelentek a klasszikus kábítószerek, pszichoaktív szerek, akkor annak a fényénél hirtelen ráismertünk, hogy Magyarországnak az alkohollal vannak problémái. Most úgy tűnik a designer a következő trójai faló, ami így bejutván a szegregátumba, mint hogyha itt tényleg vannak szociálpolitikai problémák Magyarországon. Ne hülyéskedjünk, tehát hogy bocs. És legalább olyan jól kezeljük, mint az alkohol problémát ezek szerint. Igen. Nagyon érdekes amúgy, hogy mi is ugye úgy kezdtük, hogy kirekesztve drogfogyasztása végeken ez a neve ennek a kerekasztalnak, és hát igazán nagyon sokat nem is beszéltünk magán a drogfogyasztásról, elég gyorsan átugortuk ezt a lépcsőt, és rögtön a komplexitásáról kezdtünk el beszélni. Közben kérdezem, hogy bárkinek most már, hogy lassan a mai napnak azért vége van, hogy a bárkinek kérdése van, az nyugodtan tegye fel. Ugye, lehet, hogy naív kérdésem van, hogy ezek a mostani ilyen gyerekvállalás támogató csok, meg ilyesmi, ezeket a telepiek mennyire tudják felhasználni? Én Topolánszki... Szóval, hogyha jól tudom, a csokhoz ilyen állandó munka is kell egyrészt. Az emberek ott nem nagyon dolgoznak, legalábbis ilyen 8 órában, hanem inkább csak a közmunka van ott. Nem sokan élnek házastársi kapcsolat. Nem tudom, hogy milyen feltételei vannak most a csoknak, de valami ilyesmik vannak. Csak ehhez egy fél mondat, hogy nem olyan rég olvastam valahol, hogy rendkívül megnőtt a házasodási kedv Borsodban. Nem bírják az önkormányzat. Őrület, nem? Hogy hirtelen... révbe ért a családpolitika, de hát nem változtat semmi, mert ugye, Igen, én Fiáti Tanilla vagyok, 2 hónapig végeztem antropológiai terepmunkát egy megyeszékhelyen, egy roma szegregátumban, és Topolánszki Ákos megjegyzéséhez fűznék egy gondolatot. Én azt tapasztaltam, a kutatás kiinduló pontja az a kérdés volt, hogy miért nem viszik ezek a szülők a gyermekpszichiáterhez a gyermekeiket, és az egyik markánsan kirajzolódó válasz pont az volt, hogy amikor először találkoztak a gyermekpszichiáterrel, aki egyedüliként dolgozik a megyében, az akkor volt, amikor a telepi gyerekek 100%-át
gyerekát ADHD diagnózissal a fogyatékosok iskolájába küldte, úgyhogy innentől kezdve a helyi drogambulancián nem nagyon jelentkeznek, pedig tulajdonképpen helyben van, tehát sétatávolságra, nincs túlterhelve a helyi drogambulancia. Tehát a kérdés az, hogy találkoztatok-e ezzel az indoklással, amikor a szakemberekkel szembeni bizalmatlanságot néztétek. Mert mondom, nálunk ez markánsan megjelent, hogy a szakemberekbe egyrészt ezért nem lehet bízni, mert előítéletes a romákkal, hiszen már korán ilyen rossz pályára állította őket, másrészt rendszeresen akkor találkoztak fiatalként ezekkel a pszichiáterekkel, pszichológusokkal, amikor valamilyen döntést kellett hozni, például védelembevétel és hasonlók, és szinte senki nem tartotta meg a pszichológusi titkot, amit korábban megígért. Tehát amikor 14-18 évesek lesznek, és addiktológiai problémákkal szeretnének segítséget kérni bárkitől, akkor tulajdonképpen nem mennek oda, hiszen korábban már ilyen tapasztalatokat szereztek. Nem tudom, ki fog tudni erre válaszolni, mert ugye Robiék végezték ezt a kutatást, és hogy ebbe az, hogy az a kérdés, hogy a pszichológusok, pszichiátereknek az alapvető megkülönböztető hozzáállása nem volt-e egy válaszként arra, hogy miért nem fordulnak addiktológiai. Ha jól foglaltam össze a kérdésedet. Ott voltak a haverok. Igen. Konkrétan ebben a kutatásban amúgy nem ismerült fel, tehát ilyen típusú szolgáltatások, tehát hogy így nem elérhető amúgy. Tehát hogy igen, tehát hogy így nem, tehát hogy mondjam, most nem konkrétan ebből a kutatásban amúgy egyébként azért tehát hogy aki roma, az bármilyen egészségügyi szolgáltatásba megy, akkor azért nem úgy fognak vele bánni, ahogy azt, tehát hogy azért ez a rasszizmus, ez tökre érte. Szóval mindegy, tehát hogy nagyon nem mindegy, szóval hogy ez a pszichológus, ez itt nagyon-nagyon távoli probléma. Az egyetlen mikrofont megtartjuk, és akkor ott... Igen, aha, csak nem tudom, mondja, a mikrofontól lehet megijedtem egy kicsit. Én magam is egy telepen dolgozom, Gyöngyösön, a Durandám, és egy kicsit az Évivel is, egy ilyen topos szegregátumoknak szóló komplex teleprogramnak a egyik fő embere vagyok, meg pályázatírója is. És hogy tudatosan készültünk mi erre a programra, sok minden elemet beletettünk, és nagyon hittünk benne, hogy majd tényleg lehetséges így együttműködni, akár társszakmákkal, meg más ágazatokkal, de azért meg kell mondjam, hogy ilyen gyakorló szakemberként iszony, ez a legnehezebb része a munkánknak, hogy megértessük a mi működésünket, meg a telepi embereknek a szükségleteit, akár az egészségügyel, vagy akár az oktatással, de mondanom se kell, hogy a gyerek jólét és a segítő szolgálat is baromi messze van gondolkodásban, meg mindenben, működésben, ahhoz képest, amiket mi napi szinten tapasztalunk, meg látunk, meg szükségletként megfogalmazódik bennünk is. És az is nagyon nehéz, egy ilyen lépcsőfok, vagy ilyen ugrás lenne, sokszor azonosítanak bennünket az ügyfeleinkkel, és hogy ebből kell nekünk egy ilyen egyenrangú partneri viszonyt kiépíteni. Ugyanakkor meg napi szinten látjuk mi is, hogy az, hogy nem tudom, pont tegnapi élményem, hogy a pszichiáter simán felírja és odaadja a kezébe az embernek a 600, nem tudom, darab frontint egy hónapra, meg még ezen kívül 200 darabnyi
antidepresszánst, és akkor utána, hogy jön hozzánk segítségére, hogy segítsünk kiváltani, hogy tök jó lenne ilyen kicsik körökben, kis a településen, vagy a, és mi is ezt próbálgatjuk, meg így ennek az elején vagyunk, hogy hogy lehet megértetni, vagy leülni egyáltalán közös asztalhoz egy orvossal, vagy egy pedagógussal, aki tényleg lehülyézi a gyereket órán, és fogalma nincs róla, hogy így milyen körülmények között megy be egyáltalán az iskolába, és kezdjünk ezzel a gyerekkel valamit, meg adjunk neki önbizalmat, meg minden nap biztassuk és késztessük arra, hogy ő, de azzal ettől függetlenül is minden nap tanulja meg a leckéjét. Hát ezek ilyen, nem tudom, ilyen emberfelörlő napok. De gondolom, hogy mindenki, aki itt van most, ezeket így megtapasztalja. Csak kérdés, hogy hol lehet kezdeni ezeket az együttműködéseket. Tehát tényleg fentről kell levárni, vagy hogy lentről is lehet építeni, és mi minden kell hozzá. Én csak egy mondatot. Várok persze. Csak egy mondatot, mint amúgy a 9. kerületben egy kamasz programot csinálok. Amúgy nem is vagyok szocmunkás, de nem tudom, csak utalva arra, hogy mindenkit, igen, én tanárként. Mindegy. És bíztam benne, hogy azért ez a téma nagyon nem fog előjönni, de akkor, amikor finoman mondtad, hogy összekevernek a kliensekkel, azért sok esetben talán az is egy, tehát a szociális szakma általános megbecsültsége, az egzisztenciális helyzetnek egy olyan javítása is biztos, hogy benne, hogy sokat lendítene előre a helyzeten. Ez csak erre gondoltam. Csak egy mondatot mondja, hadd mondjuk. Én a múlt héten Gyöngyösön voltam egy KF konferencián, beszéltem én is, és ott volt egy házi orvos, akinek volt egy kutatása, aki azt mondta, hogy 157 paciensét megnézte, akik évek óta... Tessék? 156? akik évek óta szednek benzodiazepineket. És aztán beszélt velük, körbejárta a problémát, és maradt 27. Tehát, hogy tulajdonképpen kiderült, hogy 129-nek nincs szüksége erre a gyógyszerre, csak a megszokás miatt ment. Tehát, hogy végül is, hát egyszer csak így valahol el kell kezdeni, nem? Tehát azt mondja, egy házi orvos, hogy ő most elkezdi holnap, ugye? Igen. Tehát, hogy ez így, hogy is van, mi kell hozzá? Lehet, hogy kell egy mobil tím, kimegy két szociális munkás, és azt mondják, hogy üljünk le a védőnővel, a házi orvossal, nem tudom kivel, tehát, hogy mi kell hozzá, mi az a kis pöccintés, ami... De csak igen, ennyi. Próbáltam mondani, hogy a mobil tím az a jelenlét műfaja. Tehát, hogy sokfajta módon való jelenlétnek ugyanaz, mint amit a Málta próbál, tehát, hogy egyszer jelen lenni ott, ahol nincsenek ellátások egyáltalán, vagy ahol a mainstream ellátások egyszerűen szegregálnak. És itt hadd mondjam azt, hogy egy szegregáló társadalomnak minden a rendszere szegregálni fog, így már bocsánat mindazoktól, akik érintettek, az egészségügyi ellátás is szegregálni fog, meg az iskolai ellátás, meg minden egyéb. És én magamról is jól emlékszem, hogy a terápiás intézetben, mikor hirtelen volt egy nagy váltás, és többségben a cigány származású drogfüggők kerültek, akkor egyszer automatikusan megpróbált úgy szelektálni az ember, hogy a jobb társadalmi státuszúakat vette fel, egyszerűen, mert hogy az ellátásba jobban tudnak beleilleszkedni. Mindenfajta érveket talált hozzá. De hát, hogy éppen azt kellene megtalálni, hogy hogyan lehet. Hát ez egy emberi jogi kérdés alapvetően. Alapjogi kérdés. Úgy kell szervezni egy társadalmat, hogy Orsos Júli néninek legyen jó. Akkor mindenki másnak is jó lesz. Én még mindig Kalapos Miklós vagyok, és még mindig a Józsefvárosban. Ezt azért mondom, mert lehet, hogy időközben megváltozott a státuszom, csak én nem tudtam meg. Szóval én azért óvatosan bánnék azzal, itt a szegregációról van szó, és ugyanakkor az egészségügyi személyzettel kapcsolatban pont azok a dolgok jöttek elő, amit szeretnének elkerülni azok, akik a szegregáció ellen dolgoznak, hogy az ő általuk képviseltek ne szenvedjenek el. Tény, hogy van előítéletesség a magyar társadalomban, Demetrovics Zsolték és mások is felmérték, például, hogy ki ne legyen szomszédom, első az, hogy drogos. Utána a cigányok, homoszexuálisok, tehát ez tény.
Van előítélet az egészségügyi dolgozók között? Biztos van. De azt is meg kell érteni, hogy milyen körülmények között dolgozik ez a társaság. Ha szabad saját élményt elmondom, mert hogy ez autentikus, bár tudományosnak nem nevezhető. Engem üt az önkormányzat, üt a menedzsment, és ha bejön a cigánybeteg, és esetleg orvosként viszonyulok hozzá, és nem írom föl azt, amit leadt rendelést, akkor én már rasszista vagyok. Előfordul az, hogy hajléktalan betegnél, ha fölmerem tenni azt a kérdést, hogy hagyj beszéljek telefonon a hajléktalan beteggel, akkor a szociális munkás Mengelének nevez. Egyszer fogtak rám pisztolyt, kétszer támadtak meg késsel, a fizikális atrocitásokat, egyebeket nem is említem, hogy hányszor kellett kihívni a készenléti rendőrséget, megint nem érdekes. Azt akarom mondani, hogy lehet a sérelmeket tupírozni, vagy lehet azt mondani, hogy megpróbálok egyedi esetekkel foglalkozni, és fölvállalom a konfliktusokat is. Én azt gondolom, hogy ha az egészségügyi rendszernek ott dolgozó tagja ilyen-olyan-amolyan érthető okból, mert fél, vagy azért, mert szakmailag azt mondja, 28 betegen van kint ugye a házi orvosnál, és el kell látnom, emiatt nem vállalja föl, amit szakmailag föl kéne vállalni, akkor a szakmai hiba. Na de bocsánat, a körülményeket is meg kell nézni, és én ezért kérek mindenkit arra, hogy söprögessen ki a házatáján, mi is megtesszük, nagyon sok probléma van, de azt gondolom, akkor tudunk együtt működni, ha azt nézzük meg, mi az, amit tudunk működtetni, és nem azt, hogy mi az, ami nem működik. Nagyon rossz érzés, amikor az emberre fegyvert fognak, és tudom, hogy mire a rendőr kér, én legfeljebb csak egy mosolygó halott lehetek. És nekem kell megvédeni magamat, és akkor a támadás után kijön a rendőr, és azt kérdezi, mert itt fölmerült, hogy mit csinál a rendőr? Folyt-e vér? Hát mondom, nem. Honnan tudom, hogy meg akart ütni? Hát onnan, hogy az ökle elindult az arcon felé. És ezzel a történet le van zárva, én adataimat fölvették, és én járok a bíróságra, vagy adott esetben a rendőrségre. Tehát én azt gondolom, a magyar társadalomban rengeteg az előítélet, a magyar társadalom rendkívül frusztrált, és ott tudunk ütni, aki gyengébb. És ez történik. Ezt a körbefogvazást kéne megszakítani, és akkor sokkal jobban működne a rendszer. Köszönöm szépen, kicsit talán hosszú voltam. Én még talán annyival egészíteném ki, tulajdonképpen pont erre illik, hogy valahol olvastam, hogy mindig azt mondják, hogy hát együttműködésre kell törekedni, és hogy a modern probléma jelenség megoldása, mivel annyira sokrétű ezek mindig csak együttműködéssel megoldhatók, de hogy gondoljuk végig, hogy az együttműködés az nem önmagában partnerség. Hogy a partnerségben benne van az, hogy nem felülről mondják meg, hogy így működj együtt, vagy úgy működj együtt, hanem egyenrangú elképzelésről van szó, hogy... És én ezt azért időnként hiányolom. Persze egyetértek, hogy mindenki önmagával kezdje el, de hogy ezért szerintem ez a partneri viszony lehet, hogy az ágazatok között hiányzik, vagy nincs meg. Csak hogy ne maradjon még amúgy még a Kalapos úrnak a megjegyzése, vagy a személyes része is, mi a kamasz programom elkérjük a srácoktól a késeket, mikor bejönnek, és csak a végén adjuk vissza. Mert azért adjuk vissza, mert az övé is kéri, és azért adja oda, mert tudja, hogy nálunk ez a szabály, hogy oda kell adni a késeket. Nem tudom, van-e még kérdés esetleg valakinek, valaki részéről? Meleg is van, hosszú is volt a nap. Ah.
hogy ki aztán vagy a Helena és a Zsolt, hogy ti ilyen hosszabb ideje láttok rá a szegregátumi létre, hogy így a beszámolókban hallottuk. Én egy ilyen adatgyűjtői kérdést tennék föl, hogy a designer drogok előtt mi volt a helyzet? Tehát kicsit, ha így a mértékét tudnátok érzékeltetni, mert ugye azóta halljuk ezt, hogy milyen nagy mértékű a designer drog, tehát kicsit ilyen kívülállóként milyen nagy mértékű a használat azóta, de előtte mi volt? Kisebb volt a kevesebb ember használt szereket, itt elkülöníthetjük ugye a kábítószer vagy alkohol, mint szereket kevesebb ember használta, vagy csak más szereket használtak? Hogy mi volt a designer drogok előtt ez a... Mit lehet elmondani a mértékről? Két dolog. Az egyik, hogy azért ne fel... Pont akkor jutott ez eszembe, amikor igen, szenvedélyszer használó, vagy designer drog használó család, és hogy a végén már azon gondolkodunk, hogy hogyan emeljük ki abba a diszfunkcionális családban nevelkedő gyereket, és akkor mindig gondolkozom, hogy mellé tesszük el, hogy igen, alkohol beteg szülőkkel együtt élő család, és hogy mennyire gondolkozunk ezen vagy sem. Ez csak ilyen önmagamnak is egy kérdés. Egyébként pedig én nem látok nagyobb intenzitást, tehát én szerves oldószer használattal találkoztam először. Ugyanúgy a legfiatalabb kliens az 8 éves volt. Ugyanúgy egyébként ezeket a problémákat úgy lehetett kezelni. Gyermekvédelmi problémák is voltak, szociális problémák, tehát összetett probléma volt. Én szerváltást látok, illetve még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy néhány településen én azt látom, hogy tájkép csata után. Tehát, hogy valószínűleg vannak olyan helyek, ahol éppen fölfut az intravénás használat, vagy éppen a droghasználat erősödik, de konkrétan találkozok olyan településekkel, ahol ott maradnak azok a fiatal felnőttek, akik olyan súlyos mentális állapotba kell, maradandó organikus sérülésekkel, munkaképtelenséggel, ami tulajdonképpen egy örök életre szól. Igazából tehát nekem, ami ebben a témában egy kicsit megterhelő, hogy úgy látom, hogy nem időben, nem jól cselekedtünk, és hogy ennek nyoma maradt. Még én a Helénát hadd kérdezzem meg, hogy akkor ilyen keretes szerkezetként, hogy akkor nálatok a telepen a designer drog az jelentős változást hozott-e? Hát negatív értelemben hozott változást. Most már nem. Szóval negatív értelemben hozott változást a telepre. Hát én emlékszem, kb. Ilyen 15-20 évvel ezelőtt leginkább az alkohol volt jelen a telepen, és hát maximum még gyógyszer, de azt így nem voltak tudatában, hogy ez függőséget okoz, csak szedték. És későbbiekben, mikor a drog bejött a telepre, akkor ilyen extázi meg speed volt. És mióta a designerek bent vannak, azóta az van, hogy akik alkoholt ittak, meg akik gyógyszereztek, meg akik más függőségben voltak, azok mindenki áttért a designerekre. Olcsóbb is, meg nem tudom, nagyon-nagyon elterjedt, és már azt tapasztalom, hogy a férfiak, az idősek, a fiatalok, a kicsik, a nagyok, minden ember már benne van szinte a telepen. Úgyhogy igen, eléggé rombol. Talán ez egy nagyon szép végszó a mai napra. János, nem tudom, hogy gondolod-e, hogy bezárnia. Nagyon jó végszót találtunk. Akkor köszönjük szépen a kerekasztalt. Mielőtt még bezárjuk egy pillanat, Kati mond két rendezvényt, aztán bezárjuk. Ja, én mondtam a Jánosnak, hogy mondja meg, hogy milyen két rendezvény az, amire számíthatunk az év folyamán. Egyfelől lesz még olyan civil fórum május hónap magasságában, ami a civil társadalom, a civil szervezetek hogyan tudják érvényesíteni a befolyásukat a hazai vagy a nemzetközi drogpolitikai folyamatokra. Ebben a tárgykörben tervezünk egy rendezvényt vélhetőleg május második felében. És a következő rendezvény, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket, az pedig a Magyar Addiktológiai Társaság soron következő konferenciája, ami november utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre Siófokon. Ezzel kapcsolatban mi van?
Hát reméljük, igen. És hát ezzel kapcsolatban pedig az értesítések majd valamikor még a... Hát valamikor a nyári hónapok során, vagy még esetleg egy figyelmeztetésképpen, hogy hagyjátok ezeket a dátumokat szabadon a naptárotokban, ez még majd valamikor június elején ki fog menni. Dátum az megvan már. Meg, mondom, június, november utolsó hétvégén. Igen, aminek már a december az első. Nem. De igen, de oda átcsúszott. Nem. Tehát, hogy nem, ebben nekem van igazam, mert akkorra terveztük, csak az foglalt volt, és azért áttettük. Kati addig megmondja. Na, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Bármi komment, kérdés, ami valakiben benne maradt, és azt mondja... Tessék? Igen. Bármi kérdés, akkor egyrészt ez rendben van. November 28, 29, 30. Igen, tehát akkor ami 28, 29, 30 a mat, tehát ott a, oké, a december 1-e az akkor vasárnap? Az már nem tartozik bele. És hogy kaptatok e-mailbe tőlünk kérdőívet is, ami egy ilyen elégedettségi kérdőív, szeretnénk, hogyha ezeket most hazamenvén, mindjárt átgondolva, hogy hogy éreztetek magatokat, hogy volt egyáltalán, amit kaptatok információ lehetőség a közös gondolkodásra. És környezetbarátok és tudatosak vagyunk, aki nem szeretné, hogy otthon még álljon ilyen kupacokba, az szolgáltassa be. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. További szép napot. Sziasztok!